Tisztelt hallgatóság! Ürge Forzán Diana a előadásra jöttek gondolom a legtöbben, de remélem nem fog csalódást okozni, mert másról beszélünk. Ő minden esetre 4 hét múlva, február 14-én fogja megtartani a klímaváltozásról szóló előadást. Most viszont az a apropója ennek a mai előadásnak, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió hirdetett nemrég egy 100 óra csillagászat című programot, ami most néhány napja volt, aztán sajnos véget ért, tehát mi már nem tudunk bele csatlakozni, ezért ez egy 100 plusz egyedik óra, részben csillagászat, részben ehhez kapcsolódó tudománytörténeti jellegű előadás lesz. Arról szól, hogy véges vagy végtelen a világegyetem, honnan lehet tudni, és egyáltalán mi következik ebből. Hát ez itt az ember nézi, nem tudom mennyire látszik, ott valaki lézersugárral mutogatja a csillagokat. Ez 2 évvel ezelőtti fénykép, de a lézersugár még nem verődött vissza a csillagokról. Érdeklődéssel várjuk, hogy mi történik a következőkben. Ja, az égen sok érdekeset lát az ember, és fölmerültek már nagyon régóta ezek a kérdések, hogy vajon mekkora a világ, véges vagy végtelen, és ha véges, akkor hogy lehet ezt elképzelni, hogy vége van, de azt is hogy lehet elképzelni, hogy végtelen. Ha vége van, akkor természetesen azonnal megkérdezik, hogy mi van azon túl. És ezt a középkori ábrát bizonyára sokan ismerik, amikor valaki elment a föld szélére, akkor ugye a lapos korongnak a szélére kidugta a fejét a egek kárpitján túl, és ott meglátta az egek fogaskerekeit, ahogy azt József Attila is megírta. És hát ugye az a kérdés, ráadásul ugye nem csak térben, hanem időben is felmerül a kérdés, hogy véges vagy végtelen a világegyetem, és hogy ez a kettő összefügg, vagy egymástól teljesen független állítás, ezen is lehet töprengeni. Hát ősi válaszok is születtek ezekre az ősi kérdésekre, például, mint tudjuk, a föld lapos, és 4 elefánt tartja, a 4 elefánt viszont egy teknősbékán úszik, és természetesen megkérdezték, hogy mi tartja a teknősbékát, hát nyilván egy másik teknősbéka, vagy egy másik elefánt, és ezt lehet teljes indukcióval folytatni. Vannak ennek modernebb ábrázolásai is, és természetesen arról is szólnak a fámák, hogy hogy folyik le ott az óceán a szélén, sőt, ezt a legutóbbi képet is közvetítették, hogy a lapos föld fölött kering a Musknak az autója, a részletes pályát nem közölték. És hát vannak unortodox válaszok is, például ezt nemrég találtam a neten, hogy a világ tulajdonképpen egy macska, nézd meg már te is, hogyha már mutogatom, nézd meg. Hát a macska, ami Ausztráliával játszik, tessék megkeresni, egy csomó hasonló, érdekes módon mindig másfajta macskát rajzolnak. És az első komoly tudományos válaszkísérlet a görögöknek az elmélete volt, akik annak idején az akkori, hát mai utólagos szóval fizikának és kémiának nevezhető elméletüket összekapcsolták a csillagászatról, világegyetemről szóló elméletükkel. Hogy is nézett ki a világképük? Ugye a legalul vannak a nehéz dolgok, a világ 4 féle anyagból tevődik össze, földből, vízből, levegőből, meg tűzből, ebben a sorrendben egyre könnyebbek, alul vannak a nehéz dolgok, mint a föld, fölötte van a víz, még följebb a levegő, és legfölül vannak a tűzből való dolgok, mint a nap, meg a csillagok, meg a hold. Az, hogy a hold sajtból van, az egy későbbi fejlemény. A minden esetre a testeknek az alapállapota a nyugalom. És a testek természetes helyzetükben szeretnek nyugodni. És ez például úgy lehet bebizonyítani, hogy fölemelem a követ, akkor visszamegy az eredeti helyzetébe, leesik. Ha egy buborékot lenyomok a víz alá, akkor följön. Ha tüzet gyújtok, az fölmegy a levegő fölé a magasba, ahol a tűznemű dolgoknak van a helye. Ez egy konzekvens kémia és fizika, és sokan bizonyára ünnepelnék azt, hogyha már csak ennyiből kéne mondjuk egy fizika vagy egy kémia érettségén beszámolni, a 4 elemről és ezekről a fizikai törvényekről. Most ehhez hozzákapcsolták a megfelelő kozmológiai elméletüket. Az volt a különbség, hogy míg a Földön a természetes állapot a nyugalom, addig az égen a természetes állapot az egyenletes körmozgás. Az objektumok mennek szépen körbe. És akkor lerajzolták, azt ugye találmányos világképbe csúcsosodott ez végül ki, azt tudták a görögök, hogy a Föld gömbölyű, azt csak később kezdték kitalálni, hogy nem gömbölyű. Középen van ez a nehéz dolog, a Föld, körülötte a vízszférája, aztán a légszférája, és kívül jönnek ezek a tűzből levő dolgok, csillagok, meg egyebek. És az egésznek az a legszebb része, hogy legkívül valahol, az ennedik szférában ott vannak a csillagok.
És akkor ezek itt vannak, bizonyos távolságban, a görögök később már ki is tudták számolni saját számolásaik szerint, hogy körülbelül milyen messze van, tehát mondjuk a földnap távolságnak azt, amik elég jól megsatszolták, annak hányszorosára körülbelül 10-szeresére lehetnek a csillagok, és ott a világ vége. És azon kívül ott nincs semmi. Ez egy jól működő világkép, lehet belőle vizsgáztatni. Na és akkor ez néhány száz vagy néhány ezer évén át fönnmaradt, amikor aztán jött, amit mindenki tanult, a kopernikuszi fordulat. Itt valami probléma van ezzel, mert itt látszani kéne annak, amit az előbb, ennek itt látszani kéne, na mindegy. Kopernikusz, elnézést, lehet, hogy ilyesmik később előfordulnak, a PDF készítővel lehettek ilyen problémák, hogy minden második dia valószínűleg ezek szerint felesleges itt, bocsánat. Szóval Kopernikusz szerint a Föld többé nem a világ közepe. Az ott fönn Kopernikusznak az egykori ábrázolása, nemrég megtalálták a sírját, és a csontvázából rekonstruálták, hogy igazából így nézett ki Kopernikusz, tehát ezt a kettőt ezentúl együtt kell majd tekinteni a két képet. Hát ő azt mondta, tessék meg, nagyon hasonlít a két kép. Ugyanígy egy véges méretű világ, közepén kicserélték a Földet a Napra. Mert a Föld valahol itt kering a sok bolygó között az egyik, és ő körülötte kering a Hold, de a többiek azok a Nap körül keringenek, és az egészet burkolja a csillagok szférája. Kopernikusz ezt meg is ideologizált. Ugye hol voltunk? A középkor meg az újkor határán, már inogtak a régi tekintélyek, és ehhez kétféleképpen lehet hozzáállni, új tekintélyeket keresni, vagy pedig homlok egyenes másképp. Kopernikusz úgy állt hozzá, hogy mi más lehetne a mindenség uralkodója, mint a fényességes nap, az ő helye van ott középen. Jó? És akkor a Kopernikusz kép... Mondom, léptetek... Kopernikusz képében is vége van a világnak a csillagok szférájánál, és ott kívül még mindig nincs semmi. Kicsit nagyobbnak satszolta ezt a világot, mint korábban. Tehát ez nem volt olyan nagy különbség. Ő egy matematikai modellt állított fel, és ráadásul olyan óvatos duhaj volt, hogy csak a halálos ágyán engedte publikálni az eredményeit, nehogy kirúgják az állásából, meg egyéb ilyen problémák érjenek, hogy megvádolják azzal, hogy nem hagy közvetlen gazdasági hasznot, az elmélet, stb. Szóval minden esetre ezt a modellt vezette ő be, és eleinte el is fogadták, de aztán az újkor határán történt egy nagy változás, Giordano Bruno felfedezte a végtelent. Bruno igazából teológus volt, nem annyira természettudós, de természettudományi következtetéseket is levont, mégpedig ő az, aki másképp állt hozzá. Nem én vagyok a világ közepe, nem a Föld, de akkor te sem vagy a világ közepe, meg te sem vagy a világ közepe, meg te sem vagy, mert a világnak nincs közepe. A világban mindenki egyforma, a világ végtelen. Ezt megírta versben is, nagyon szép versben. A régben szárnyaimmal büszkén járok, kristályégbolt nem szab nekem határt. Hát azt a bizonyos kristályégboltot, ahol a csillagok vannak, ezt ő lerombolta. Égben hasítva végtelenbe szállok, és még mérhetetlen régiókon át magukhoz vannak csillagmiriádok, lerázom magamról a földporát. Nagyon rírai, igaz, hogy nem sikerült magáról lerázni a földporát, sőt el is égették ezért. De ő úgy gondolta, hogy a csillagok, azok nem fénypontok az égen, hanem ugyanolyan napok, mint a mi napunk. Hát nekünk ez már triviális, de annak idején ez forradalmi gondolat volt. Tehát egy ilyen naprendszert sok-sok naprendszerrel pótolt, ezzel így telérakta a világegyetemet, még oda is, és ezt úgy mondhatjuk, hogy kozmikus demokrácia. Tehát a világnak nincs közepe, mindenhol egyforma, akármelyik csillagnak a bolygójáról nézel körül, ugyanolyan világot látsz magad körül. Bruno egy kicsit túlzásba vitte, ja bocsánat, ezt hívják Kopernikusz jelvnek. Ugye ez az utókornak a igazságtalansága, Bruno találtak, és egészen mást mondott Kopernikusz, ezért hívják Kopernikusz jelvnek. Ugye ismerős. Bruno egy kicsit túlzásba vitte a kozmikus demokráciát, mert azt is mondta, hogy minden csillag, minden bolygóján élnek értelmes lények. Hát megpróbáltam ezt lerajzolni, hoppá. Ott mindenhol ott élnek az értelmes lények, fölnéznek az űrbe, és maguk körül ugyanilyen világot látnak. Hát tulajdonképpen ez volt a probléma Brunoval, azt mondom, hogy könyvének az a cím, hogy a világok sokaságáról. Nem is a végtelen volt a baj, hanem hogy nagyon sok világ van, és mindenhol vannak értelmes lények. És akkor az egyháznak problémát okozott, hogy akkor most a megváltás az a Földön zajlott le, vagy mindegyik bolygón párhuzamosan, vagy az itteni megváltás ott is érvényes, és így tovább. Tehát ezzel bele lehet kötni mindenféle teológiai kérdésekbe, és ezért legegyszerűbb volt Brunót elégetni,
problémák ilyen megoldása azóta is igen gyakran elő szokott fordulni. Tehát 1600-ban elégették Brunót. Hát amint a mellékeltában mutatja, nem egészen hatékony megoldás ezeknek a problémáknak. Ugyanis, amikor Brunót elégették, akkor már működött Galilei. 1609-ben kezébe kapta az első távcsövet, aztán csinált magának is, fölnézett az égre, és meglátott egy csomó érdekes dolgot, erről már itt többször volt szó. Amikor Bruno meghalt, abban az évnek a végén született Newton. És Newtont már nem égették meg, meg nem vonatták vissza a tanait, hanem a királyok mellé temették a Westminster apátságban. Hogy mondjam, létezett a történelemben olyan korszak, amikor megbecsülték a tudósokat. Jó? Tehát Brunót, vagy bocsánat, Newtont már így temették el. Hát mit csinált Newton? Itt a fő műve, természetesen latinul, a természet filozófia matematikai alapjai, utólagos rekonstrukció szerint Newton három fő dolgot csinált. Egyrészt kitalálta azt a matekot, ami kell a mozgások leírásához. Ma úgy hívjuk, hogy differenciál és integrál számítás. A középiskolában mindenki megtanulta az egyenes vonal egyenletes mozgást, aztán megtanulta az egyenletesen gyorsuló mozgást, amíg el nem törölték, addig megtanulta a körmozgást, de vannak bonyolultabbak is, például a bolygók az ellipszispálya, hol gyorsulnak, hol lassulnak. Ennek a leírásához bonyolultabb matematika szükséges, Newtonnak ez nem állt a rendelkezésére, ezért kitalálta ő maga. Tehát a művének első része a fizikához szükséges matematika. Második az, amit Newton törvényeknek hívnak, a dinamika alaptörvényei, F egyenlő MC rá és környéke és az ehhez szükséges fogalmak. Harmadik pedig az, hogy mit kell beírni oda az F helyére, hát a tömegeknek a szorzata per a távolság négyzete, ez az egyetemes gravitációs törvény, minden égitest, minden nem csak égi földi testek között is hat. Ennek a legpontosabb kísérleti vizsgálója Ötvös Loránd volt, akinek a 100 éves halálának, 100 éves évfordulóján kapcsán most zajlanak mindenféle ünnepségek. Ő az, aki nagy pontossággal kimért, hogy tényleg így van, tehát a newtoni feltételezés az tényleg stimmel. Itt is volt néhány évvel ezelőtt erről előadás, hogy Ötvösnek a mérései és Einsteinnek a relativitás elmélete, hogy kapcsolódnak egymáshoz, meg lehet találni a Atomcsill 2014-es évadjának a programjában a felvételeket. Tehát Newton ezeket találta ki, és ezeket jól összerakva megszületett az, amit newtoni mechanikának hívnak, és ennek a legfontosabb alkalmazásaként a naprendszer elmélete. Kijött ezekből a törvényekből, hogy a bolygók ellipszispályán keringenek, az üstökösök hosszabb ellipszispályán, stb. Tehát ezt mind matematikai leírták. Következő néhány száz évben a csillagászok, fizikusok és matematikusok, akik lényegében akkoriban személyükben azonosak voltak, azzal foglalkoztak, hogy ezt hogy bonyolítsák egy kicsit ezt a képet, figyelembe véve azt, hogy a bolygókra nem csak a napnak a gravitációs hatása hat, hanem egymásnak a kölcsönös gravitáció egy kicsit elrontja az ellipszispályákat, és az ehhez szükséges matematikai módszereket több száz éven át fejlesztették. Tehát minden rendben volt, elkészült a nagymű, igen, a gép forog, szószoros értelmében jár az óramű az égen, az alkotó pihen, és nagyjából ugyanakkor, amikor Newtonnak a műve, tehát a 1600-as évek második felében, 1700-as évek elején uralomra jutott a fizikában, eddigre a csillagászok is elfogadták a Bruno-féle világképet. Ugye Keplernek meg kell említeni, ő fedezte fel kísérletileg a ellipszispályákat, leolvasván az égi pöttyöknek a különböző koordinátáiból. Azért tessék elképzelni mindezt Wikipédia, meg zsebszámológép, meg egyéb nélkül, hanem luttollal, gyertyafénynél sok-sok éjszakán keresztül, úgyhogy még a színusztáblát is neki kellett kiszámolni hozzá. Tehát így az égi pöttyöknek a koordinátáinak a leolvasásából kiolvasta az ellipszispályákat, és Newtonnak utólag elméletileg igazolnia kellett, hogy igen, az ő törvényeiből kijönnek az ellipszispályák. Szóval minden oké volt, és eközben a csillagászok lassan elfogadták Brunónak a végtelen világát. Tehát mondjuk 1700 körül érvényes volt egyrészt a newtoni fizika, ami új és forradalmi matematikai módszereket, az ott is szépen terjedt, mert például alkalmazták a rugalmas testekre, a hidrodinamikára, és így tovább egyre több dolgot leírtak a newtoni mechanikával, és természetesen a naprendszert, és persze akkor elfogadták, hogy ott van a végtelen világ tele naprendszerekkel. Ott vannak az álló csillagok, ahogy Bruno mondta. Csak hogy newtoni törvények közül az egyetemes tömegvonzás, meg a Bruno-féle világkép az álló csillagokról ellentmondásban van egymással. Ugyanis, ha igaz az egyetemes gravitációja, testek vonzzák egymást, akkor
vajon miért állnak az állócsillagok? Miért nem vonzák egymást, miért nem gyorsulnak egymás felé? Sőt, hogyha a világkép, ahogy Bruno mondta, időben is végtelen, tehát végtelen ideje már fennáll, akkor miért nem estek egymásra a csillagok, és miért nem gyűlt össze az összes anyag egy kupacba? Aki jegyzetel, annak mondom, hogy nem kell most jegyzetelni, az anyag már fönn van a neten, nem két hét múlva fogjuk feltölteni, hanem ezek a fóliák már a neten megtalálhatók. Jó, tehát az a kérdés, hogy miért nem húzta össze a gravitáció egy kupacba az anyagot, főleg ha végtelen ide létezik a világ. Ez egy nagy tudósnak eszébe jutott ez a kérdés, és ez nem volt más, mint maga Newton. Ez már itt öregkorában ábrázolja, az előző kép még fiatalon ábrázolta. Tehát Newtont öregkorában zavarta ez az ellentmondás a csillagászati világkép meg az általa kitalált fizika között. A többi tudós nem zavarta. Azok azt mondták, hogy ugyan már öreg, hát a fene tudja, hogy a csillagokra hat a gravitáció, örülj, hogy ilyen jól megmagyarázta a naprendszert. De tehát ez a probléma fennállt. De aztán a következő száz években néha rájöttek újabb meg újabb paradoxonokra, amik a Bruno-féle, tehát a Bruno-tól örökölt végtelen világ, időben végtelen és térben végtelen világ, és a egyre részletesebben megismert fizikai törvények között fennálltak az ellentmondások. Az egyik a gravitációs paradoxon. Itt a Földön mindenki tudja, hogy a 99,81-et remélem még tanítják az iskolába, tehát mekkora erő hat a testekre, meg mekkora gyorsulása pottyannak le. Hát rendben van, errefele. Miért errefele? Mert ott van a Föld, az kijelöl egy irányt. De hogyha a világ egyenletesen teli van szórva csillagokkal, hogyha egy nagy távolságokkal átlagolunk, akkor mindenhol egyforma, mondjuk, hogy homogén, tehát egyenletesen sűrűséggel teli van az űr objektumokkal, akkor merre mutasson a gravitációs gyorsulás? Erre is ugyanannyi anyag van, meg arra is, meg amarra is. Hát vajon merre húzzon a gravitáció? Az kijött a Newton törvényekből, olyan nem lehet, hogy nulla a gravitáció, de valamerre kell mutatni, hát akkor vajon merre mutat? Ez ellentmondás az ismert fizikai törvények, meg az egyenletesen benépesített világegyetemnek a képe között. Van egy másik, ez úgynevezett fényességi paradoxon. Felség kell képzelni, itt van középen a Föld, és körbe rakjuk csillagokat. Tehát bizonyos távolságban elsugára van körülöttünk, most itt csak kör van lerajzolva, de képzeljük egy nagy gömböt. Van rajta valamennyi csillag. Ha megyünk távolabb, mondjuk egy kétszer akkora sugarú gömbre, akkor ott több csillag van, mert nagyobb a gömbfelület. Az onnan érkező fény gyengül, mindenki tanulta, hogy 1/R négyzettel fog gyengülni, tehát ami kétszer olyan messze van onnan, negyed akkora fényességgel látszik egy csillag, de négyszer annyi van, mert a gömbfelületnek négyszer akkora a felülete. Ezért arról a második gömbről ugyanannyi fény jön, mint az elsőről. Megyünk a harmadikra, amíg én ezeket odarajzoltam. Tehát akkor az összes rétegből ugyanannyi fény jön, és ha ezt összeadjuk, akkor összességében végtelen. Ez egy könnyű kísérlettel cáfolható. Tessék kimenni és kinézni az ablakon, este sötét van. Tehát a világegyetem, ez az egyenletesen benépesített világegyetem modellje azt mondja, hogy az űrből minden irányból egyforma sok fény érkezik, állandóan. Ezzel szemben éjjel sötét van. Ez az olyan Olbers paradoxon, vagy Riraiban az éjszaka sötétjének a paradoxona. Ez megint azt mondja, hogy valami nem stimmel ezzel a végtelen, egyenletesen berakott csillagászati világképpel és a fizikai törvényekkel. Természetesen rögtön azt mondták, hogy hát azért nem látszanak a távoli csillagok, mert közben valami leárnyékolja. Vannak ott mondjuk sötét felhők, például a lófejköd, az biztos mindenki látta, az olyan, mint egy sötét ló, ez egy sötét felhő, eltakarja mögötte levő csillagokat. Igen ám, de hogyha a világegyetem végtelen ideje fennáll, akkor mi történik egy ilyen sötét felhővel, ami elnyeri a távoli csillagoknak a fényét, fölmelegszik. Ehhez megint kellett a fizikának Newton után 200 évet fejlődni, 19. század közepére alakult ki a termodinamika, ami a testek hő jelenségeivel foglalkozik, hőleadás, hőelnyelés, és így tovább. És ekkor azt lehetett mondani, hogy képzeljük el itt a Föld, és egy távoli csillagból jött a fény, de közben elnyelte ezt egy nagy porfelhő, akkor egy idő után az a porfelhő fölfele melegedni, és a forró porfelhő megint csak sugárzást bocsát ki. És akkor nem egy távoli csillagot látunk, hanem egy közeli forró porfelhőt, ami ugyanúgy világít, és ugyanúgy rengeteg energia érkezik belőle. Ha van elég idő, akkor beáll az egyensúly, és mindenhol egyformán melegek lesznek a testek. Tehát egy forró kazánban érezzük magunkat, ahol megint az lesz, hogy minden irányból egyforma sok energia érkezik ránk. Tehát ez egy termodinamikai jellegű paradoxon, hogy miért van a világon még mindig forró sült és hideg sör.
Nagyon jó, hogy van, de lényeg az, hogy ebből a világképből az következik, hogy minden egyformán langyos. Tudjuk, hogy a langyosokat kiköpi az Úr, de ez nem dinamikai magyarázat arra, hogy miért vannak meleg és hideg testek a világegyetemben. Tehát ezek mind a végtelen világegyetemnek a paradoxonjai. Voltak, akik megpróbálták fizikailag megmagyarázni legalább ezen paradoxonok egyikét. Az egyik a álló csillag paradoxon, hogy miért állnak a távoli csillagok, miért nem esnek egymásra. Képzeljük el az objektumok által egymásra kifejtett erőt a távolság függvényében. Neki tanultak gravitációs vonzóerő, negatív, mert vonz, és mínusz 1 per R négyzettel arányos, távolság függvényében ez a görbe ábrázolja. És azt mondták, hogy adjunk hozzá, tegyük fel, hogy létezik egy kozmikus taszítóerő. Ez olyan, mint a boszorkányok. Ugye, mint tudjuk, boszorkányok léteznek, de definíció szerint nem hatnak kölcsön a közönséges emberekkel, azaz semmiféle módon nem lehet őket észlelni. Most tessék ezt megcáfolni. Azzal lehetne megcáfolni, hogy észleltem egy boszorkányt, de hát azt nem lehet észlelni. Tehát akármit feltételezhetek, ami nem hat kölcsön. Ez egy kicsit ravaszabb dolog, ha egy olyan erőt tételezek föl, ami kis távolságon nagyon pici, és csak nagy távolságon nagy, mondjuk így változik a távolsággal, akkor laborban soha az életben nem lehet kimérni. Azt a görbét olyan laposra választom, amilyenre akarom, és ezért laborban vagy a naprendszeren belül nem lehet kimérni. Ha elmegyek kozmikus távolságokra, akkor egyre nagyobb lesz. És ha kettőt összeadom, akkor a két erőnek az összeg ez a piros görbe, és a piros görbe metzi a vízszintes tengelyt, azaz van egy olyan távolság, ahol nulla az eredet. Gravitációs vonzóerő és a kozmikus taszítóerő, az kiegyenlíti egymást. Ezért, hogyha az álló csillagokat pont ilyen távolságra tesszük egymástól, akkor az általános taszítás és a gravitációs vonzás kiegyenlít egymást, és lebegnek ebben a távolságban. Tehát kijön ez a Bruno által feltételezett statikus világkép, annyit kellett csinálni, kicsit meghekkeltük a Newton-féle gravitációs törvényt, hozzáadtunk valamit, amit a laborban nem lehet kimutatni. Ez nagyon jó, mert akkor a nevünk néhány száz évig forgalomban van, amíg meg nem mérik, hogy úgy van, vagy nincs úgy. Sajnos ez a világkép ez nem működik, mert instabil. Képzeljük el, hogy ebben a távolságban, hoppá, leteszünk egymástól ebben a bizonyos távolságba két testet, és akkor így lebegnek. De ha egy picit közelebb jön, mondjuk az egyik bolygón valaki tüsszent, és a bolygó elindul errefelé reakcióerővel, akkor egy kicsit közelebb kerülnek egymáshoz, és akkor már a vonzóerő lesz a domináns, és a vonzóerő még közelebb vonzó őket, és még tovább. Ha viszont az ellenkező irányba tüsszentek, akkor kicsit távolodnak egymástól, és akkor már az általános taszítóerő lesz az erősebb, és akkor elmennek. Olyan, mint a hegyére állított szerúza. Egyensúlyi helyzet, de instabil, egy picit elmozdítanak, nagyon messzire megy onnan. Ez az 1840-es években vetették fel ezt a modellt, és azonnal meg is cáfolták, hogy egy ilyen görbe, egy ilyen erőhatás az instabilitást jelent. Tehát nem magyarázza ki azt, hogy a világegyetemben miért átsorognak a csillagok. Ha már itt tartunk, akkor érdemes tovább gondolkodni, hogy többen milyen távolságra, hol vannak a csillagok, hogy lehet ezt kísérletileg kimérni, milyen messzire vannak. Ennek van egy nagyon érdekes. Ugye mondtam már korábban, hogy azt gondolták először a görögök, hogy ez körülbelül 10 csillagászati egység a Föld és a csillagszféra közötti távolság. Ugye egy csillagászati egység az a Föld és a Nap távolsága, tehát 150 millió kilométer. Ennek körülbelül 10-szeresének gondolták ezt a sugarat. Kopernikusz ezt körülbelül 5-ször akkorának gondolta, ez még mindig azért nagyon kicsi. A jelenleg a Voyager űrszondák 87-89 csillagászati egységre járnak a Földtől, tehát ennél már messzebbre mentek, és az még mindig a naprendszernek a széle, igaz. Na mindesetre, hogy lehet ezt kimérni? Annak ide, amikor Kopernikusz felvetette azt, hogy a Föld mozog, akkor az egyik ellenérve a következő volt. Ha mozogna, akkor a távoli objektumokat hol erre látnánk, hol arra. Én itt elmozdulok, hát az Eszternek a fejét valaki most eltakarja, ha ide mozdulok, akkor már nem takarja el, és ha így keringeni fogok, akkor az ő feje a másik embernek a feje körül elliptikus pályán mozog. Stimmel? Ezt úgy lehet elképzelni, hogy a Földnek a pályának erről a részéről arra nézek, akkor ebbe az irányba látom a csillagot, Föld egy fél év múlva nap másik oldalán van, akkor másik irányba látom, és a kettő között ott van egy delta szög. Ezt nem látjuk, mondták, ezért hülyeség az, hogy a Föld kering a nap körül. Tehát Kopernikusz nem csak az anyát címent támadták, mint mostanában szokásos, hanem voltak ellene tudományos érvek. De erre az volt a nagy válasz, hogy ez így van, csak a delta nagyon kicsi. Csillag marha messze van, ezért ez a szög olyan pici, hogy nem tudjuk pontosan kimérni. És tényleg Kopernikusz után 300 évet kellett várni,
Bessel, akit sok minden, aki jön fizikusnak, az majd sokszor fog találkozni a róla elemezett függvényekkel, meg tételekkel, meg egyebekkel. Bessel, aki csillagász is volt, matematikus is volt, 1838-ban ki tudta mérni ezt a szöget egy bizonyos csillaggal, a Hattyú csillagkép 61-es csillagával kapcsolatban. Na most ehhez az kell, egy érdekes tudományos felfedezés, pontosabban mechanikai felfedezés, a jó esztergagép, amivel kiváló csavarmenetet lehetett esztergálni. És azzal lehetett nagyon pontos csavarokat készíteni, mert azelőtt a távcső lötyögött. Ugye rászerelték valahogy az állványra, így ingadozott. Hogyha nagyon finom mikrométer csavarokat tudtak gyártani, azzal olyan pontosan lehet állítgatni a távcsövet, hogy ilyen szögmásodperceket, vagy még annál kisebb szögeket is pontosan ki lehet mérni. Ezt ajánlom azoknak a figyelmébe, akik az általános természettudomány és a technika meg a gépészet kapcsolatát vitatják mostanában. Na minden esetre föl kellett fedezni a mikrométer csavarokat, és ezzel Bessel kimérte, hogy a Hattyú 61-esnél az a bizonyos szög 0,72 szögmásodperc. Tessék elképzelni, ki tudja, hogy mekkora az égen a teliholdnak az átmérője. Most ezt majd holdfogyatkozás érdemes megnézni két hét múlva. A holdnak az átmérője 1800 szögmásodperc. Most osztuk el az égen a holdat 1800-al, és még vegyük egy kicsit kisebbnek. Na, akkor ez a szög. Hát ennyivel mozdul odébb a hold, amíg a Föld egy fél év múlva átmegy a pályának a másik oldalára. Szikérezni? Hát ahhoz nagyon pontosan be kell állítani a távcsövet, és vigyázni, hogy fél év alatt ne rúgja föl senki, mert akkor marha nehéz újból ugyanolyan pontosan beállítani. Tehát ennek a szögnek a kimérése, ez akkoriban rettentően nagy feladat volt. Mindenesetre ebből ki lehetett számítani, hogy 11 fényévre van, akkor már tudták a fénysebességet, ki lehetett számítani, 11 fényévre van ez a távcső. És hogyha ezt átszámítjuk csillagászati egységre, az 250 000. Tehát ahhoz képest, hogy addig úgy gondolták a világot, hogy 10 csillagászati egység, vagy 50 csillagászati egység átmérő, hirtelen azzal, hogy az első csillagra meghatározták ezt a távolságot, azzal milliószorosára megnőtt, vagy legalábbis 100 000-szeresére megnőtt a világnak az átmérője, térfogata meg ugye ennek a köbével megnőtt. Hirtelen egy nagyvilágnak egy pici kis szegletében találtuk magunkat. Ez óriási szemléleti változás volt. A csillagászok nyilván ezt már tudták, de mire ez elterjedt az emberek között, hogy hát nem a naprendszer a világ, amit már nagyjából megmagyaráztunk, hanem annak egy világnak egy pici zugában vagyunk, ami csurig van csillagokkal, és mi csak valahol a sarokban lakunk, ez nagy pszichológiai problémát jelentett. Később találtak közelebbi csillagokat is. Az a pech, hogy a legközelebbi az a déli félgömbön van, és arra akkoriban még nem voltak távcsövek. Most már nagyon sok távcső van a déli félgömbön, de ott akkoriban nem néztek, a 4 fényévre van, de hát nagyságrendileg azért ezt eltalálták. Mit lát az ember? Tehát tessék elkezdeni, van egy távoli, sok-sok távoli csillag, és előttük van itt egy közelebbről, és a Földről nézzük, akkor ezt a csillagot egyszer idevetítve látjuk, egyszer meg idevetítve. Tehát az egyik fél évben, ha lefényképezzük, akkor ilyen a kép, később meg ilyen. És hogyha folyamatosan minden éjszaka csinálunk felvételt, akkor ez itt olyan, mintha egy ellipszis pályán mozogna ott ez a közeli csillag a távoli csillagok előtt. Tehát ezt kell folyamatosan vizsgálni, persze ehhez sok távcső kell, mindegyiket jó pontosan beállítani, és akkor így lehet nézegetni, és megmérni az egyes csillagokra ezek a látszólagos ellipszisnek az átmérőjét, abból annak a csillagnak ki lehet számítani a távolságát. És így lassan feltérképezték a Föld környékét. Nem túlságosan messzire, 50-100 fényévig lehetett így méricskélni, ma már pontosan nagy távcsövekkel messzebbre lehet. A Föld légköre erőteljesen zavarja. A légkörön átjövő csillagfény az kicsit reszket, és akkor nem tudom pontosan beállítani. Bizonyára többen próbálkoztak már a tábortűz fölött rezgő levegőn keresztül fényképezni, hát hogy szépen elmosódik. Mert a fény hol erre megy, hol arra megy, hát akkor nem lehet pontosan megmérni, és a légkörnek a mozgásai egy idő után zavarják. Mi a teendő? Hát össze kell dobni néhány millió dollárt, és a távcsövet föl kell dobni az űrbe. Feldobták a távcsövet a Hipparchos nevű műhold néhány évig keringett a Föld körül, és 1 000 000 csillagra elvégezte ezt a mérést, sokkal pontosabban, mint a Földről lehet. Ezért messzebbre, 3000 fényévig tudott ilyen méréseket végezni. Jelenleg fönn van egy még pontosabb
távcső, az pedig a Gaia távcső, ami 1 milliárd csillagnak határozza meg ezt az adatát, a parallaxisát, és ez már 30 ezer fényévig, ami már majdnem a tejútrendszer, ez kb. 100 ezer fényév átmérőjű, tehát ez már a tejútrendszernek az egyharmadáig ellát, és azon belül 1 milliárd csillagnak meg fogják mérni itt néhány év alatt. Az első mérések már megvoltak, de ezt ismétlik, tehát sok-sok ilyen mérés néhány év alatt, akkor azt is ki fogjuk tudni mérni, hogy hogy mozdulnak el egymáshoz képest ezek a csillagok, nem néhány millió, hanem néhány év alatt. Tehát most mióta megfelelő felszereltségű csillagászati műholdak vannak, azóta ez nagyiparrá vált, és egyre pontosabban fel tudjuk térképezni a világegyetemet. Jó, tehát a parallaxis segítségével nagyon megnőtt a világegyetem, és egyre pontosabban látjuk itt a legalábbis a csillagászati környezetünket. De miért csak a csillagokkal foglalkozunk? Más is van az égen. Hát annak idején azt mondták, hogy vannak ködök, vagy ködösségek. Az ugye egy olyan objektum az égen, ami nem egy pötty, mint a csillag, hanem valami foltocska. És nagyot vitatkoztak, hogy ez valami közeli nagyobb folt, vagy közeli kisebb folt, vagy egy távoli nagyobb valami. Volt egy Messier nevű francia csillagász, aki összegyűjtött 100-valahány ilyet, és hát ezek már mostani fényképek azokról az objektumokról. Nagyon sok különböző ilyen ködösségeket látott. Hát ott ugye mi ebben már látjuk a részleteket, akkor az akkori távcsövekkel nem lehetett, csak egy maszatot láttak, de 100 különböző. És mi ezekről már tudjuk, itt van Messier, a katalógus alapján utólag azonosították, hogy némelyik csillaghalmaz, és azért folt, mert a sok csillag egymás mellett van, mások planetáris ködök, ez olyan, hogy egy csillag kifújt magából egy csomó gáz, és ott terjed körülötte, ez például egy ilyen folt. Mások szupernova maradványok, mint a rákköd, vannak porfelhők, gázfelhők, de a legtöbb, amit ő látott, akkor még nem fényképezte le, ezek extragalaxisok. Ezek itt mind belül vannak a mi tejútrendszerünkön, ezek viszont olyanok, mint a tejút, csak nagyon messze vannak, és azért látszanak ilyen kis vacaknak. Jó, tehát ezen aztán a 19. században folyt a nagy vita, hogy vajon ezek az objektumok, ezek a gírai szóval csillagvárosok, olyanok, mint a mi környékünkön a tejút, amit elé van sok-sok csillaggal, messzire kell menni, és ott egy újabb csillagváros kezdődik. Hát most már tudjuk, galaxisok azok a pacák az égén, és 1900 körül jutott el odáig a csillagászat, hogy olyan részletes felvételeket lehetett készíteni, hogy egy távoli galaxison belül már meg lehetett különböztetni egyes csillagokat. Amint már azt láttam, hogy nem egy maszat, hanem van benne egy ilyen csillag, meg egy olyan csillag, sőt, esetleg annak külön tudom követni a fényváltozását, felvenni a spektrumát, akkor már nem kérdés, hogy az egy távoli objektum, ami sok csillagból áll. 1900 körül jutottunk el odáig, van egy csomó, ugye mindenki látott már ilyen szép lírai képeket a különböző galaxisokról. Hát ami szabad szemmel is még látszik, persze nem Pestről, bár most januárban volt egy olyan gyönyörű szép csillagos ég, amikor lehetett látni, ez az Androméda köd. Hát itt ez egy olyan fényképet csináltuk, egyszerűen látszik rajta az Androméda köd, ha kinagyítjuk, akkor így néz ki. Ennek a távolságát határozták meg először úgy, erről itt korábban volt egy részletes előadás, hogy a bizonyos csillagok azok nem állandóak, hanem pulzálnak, ezért változik a fényességük. És a pulzálásnak az időtartama, a frekvenciája, az kapcsolatban van a fényességükkel. Rájönnek, hogy ez egy ilyen típusú pulzáló csillag, megmérjük, hogy milyen ütemben pulzál, akkor abból ki tudom számítani, hogy milyen fényes igazából. Mivel viszont itt azt látom az égen, hogy marha halvány és úgy pulzál, akkor abból ki lehet számítani, hogy milyen messze van. És hirtelen az derült ki, hogy a Hubble, aki a pipa nélkül nem fényképezhető el, tehát ő kimérte 1925-ben, hogy ez az Andromeda galaxis 500 000 fényévre van. Ez nem volt pontos adat. Lehet olyan görbét rajzolni, hogy a 500 000-ról, ugye 1925-től mostanáig, hogy távolodott a galaxis, nem? Az Andromeda. Nem azért, mert a világegyetem tágul, hanem mert újra kalibrálták a skálát. A közeli csillagoknak pontosabban megmérték a parallaxisát, ezért pontosabban megmérték azt, hogy a pulzáló csillagok és a fényessége meg a periódusok között milyen összefüggés van, stb. Ezt állandóan újra kalibrálták. Amikor én tanultam, akkor 1 millió fényévről volt, amikor elkezdtem tanítani, akkor már 2 millió fényévre volt, most 2,2 millió, tegnap még annyira volt. De lehet, hogy azóta megint újra kalibrálták a csillagászok. Szóval egyre távolodik, de lényeg az, hogy ezek a távolságok, a 500 000 fényév, tessék összehasonlítani az előző adattal,
az 30 ezer meg ilyesmik voltak, tehát 30 ezer fényév, ami teljült rendszerünkben odáig látnak el, vagy odáig tudnak mérni a mostani műholdak, de korábban még 11 fényévek voltak, hirtelen megint rettenetesen megnőtt. 20. század elején megint robbanásszerűen megnőtt a látott világ. Tessék elkezdeni, a görögök ugye 10 csillagászat, ilyen csak 50, hirtelen lett 500 000, utána most ezt megint meg kell szólni újabb milliós számokkal. És persze, hát ez csak egy galaxis volt, mint kiderült, az egyik legközelebbi galaxis, van közelebb is, de az a Miteljút rendszerünk az egyik holdja magellán felül, az csak 170 ezer fényévre van, de a többiek még sokkal-sokkal messzebbre vannak, és azóta ezt rengeteg galaxis látunk szana szét az űrben. Hát ugye nagyon messzire akarunk nézni, annak van egy nagyon jó módszerek, oda kell nézni, ahol nincs semmi. Talán tudják azt, hogy a csillagászok versenyben vannak a távcső időért. Pályázni kell, be kell adni egy pályázatot, hogy én 3 éjszakán át szeretném ezt az érdekes objektumot fényképezni az égen, és akkor eldönti egy bizottság, hogy kapsz rá időt, és akkor megkapod a távcsőt, vetett programot, és oda néz. Képzeljék el, hogyha a bizonyos csillagászok arra adnak be pályázatot, hogy oda nézzünk, ahol nincs semmi az égen. Tök sötét van, és a csillag térképek ott üresek. Ehhez bátorság kell, többen megcsinálták. Egyebek között magyar asztrofizikusok vezetésével készült az első ilyen pályázat. Oda néztek, ahol nincs semmi. Csak mit kell csinálni? Ott sokáig kell exponálni. Sok-sok napig, sok-sok éjszaka oda néznek, és ezt látták. A tök sötét helyén is meglátunk galaxisokat, csak azok nagyon messze vannak. Szokásos, néhány perces, néhány órás expozícióval nem jön elő. Ha nagyon sokáig exponálunk, akkor megjelennek a nagyon halvány és nagyon távoli galaxisok. Ezek mind olyanok, amik közül mondjuk a legfényesebb az látszott a közönséges fényképeken, de a távolabbiakon nem, és ugye teli van. Aztán utána, ha egy bizniszbe indul, akkor ezt is lehetett folytatni, exponáljunk még tovább, meg még tovább. És egyszerűen, ahol nincs semmi, ott rengeteg galaxis van. Ma már ott tartunk, hogy több 10 milliárd galaxis szerepel a fényképeken, és a satszaink szerint a belátható univerzumban körülbelül néhány 100 milliárd galaxis látható. És ugye mindegyik galaxisban körülbelül 100 milliárd, vagy még annál is több csillag van. Mindegyik csillagban van 10 az 57. darab atom, stb. Szóval azért elég mondjam, sok atomot fedeztünk itt föl magunk körül a világegyetemben. Akárhova nézzünk, most egyre nagyobb távolságok, most már 12 milliárd fényévre van a legtávolabbi objektum, amit megláttunk, és mindenhol vannak csillagok, meg csillagokból összeállt galaxisok. De fennmarad az a kérdés, hogy valami végtelene, ami már az álló csillagoknál fennállt, fel kell módosítenek, és vannak-e álló galaxisok, állnak-e ezek egymáshoz képest, vagy a gravitáció miért nem mozotta össze, ezek a paradoxonok a galaxisokkal kapcsolatban is fennállnak. És ekkor ezzel a csillagászati fejlődéssel párhuzamosan történt a Földön is egy és más. Egyebek között a 20. század elején megszületett az új fizika. Ez két fő fejezetben áll, hát itt a itteni előadásoknak nagy része erről a kettőről szól, az egyik a kvantummechanika és alkalmazási, másik pedig a relativitás elmélet környéke. Albert Einstein 1905-ben publikálta a speciális relativitás elméletet, és 10 év további megfeszített matematikai munka után 1915-ben az általános relativitás elméletet, ami arról szól, ez a gravitációnak az új, a newtoninál pontosabb elmélete. Newton nagyon pontosan. Newtoni törvények alapján ki lehetett számítani egy nem, eddig nem ismert bolygónak a helyét. Amikor eltérés volt a Newton törvényt, akkor nem azt mondták, hogy Newton hülye, hanem azt mondták, hogy azért mozog másképp az Uránusz, mert van ott még valami, ami hat rá, és ki tudták számítani, hol van. Tehát nagyon pontos. És ehhez képest Einstein módosított egy icili-picirit, úgyhogy rengeteget kellett trükközni a kísérletieknek, hogy megmutassák, hogy igen, van az a pici parányi ezrelékes, vagy még annál kisebb eltérés Newton törvényektől. Az ember azt gondolna, hogy hát ez nem nagyon számít, hát kit érdekelnek ezrelékek, de kiderült, hogy nagyon mély és nagyon alapvető változás hozott az általános relativitás elmélet. Erről is szólt itt már több előadás, meg lehet keresni az Atomcsillag a már több mint 180 előadást tartalmazó archívumában az ide vonatkozó előadásokat. Minden esetre Einstein szemléletében egészen mást mondott, nem a gravitációs erő mozgatja a testeket, hanem a téridő görbült, ezt most itt nem akarom részletezni, egy ilyen görbe térben mozognak az objektumok, és az, amit még gravitációnak észlelünk. Na és az a kérdés, hogy jó, van egy új elmélet, aminek vannak nagyon faramúci módon erőbányászott kísérleti bizonyítékai, de vajon megoldja ez az elmélet ezt a
alapkérdést, amit a korábbi gravitációs elmélet, a newtoni, és a végtelen állandó statikus világegyetemről alkotott csillagászati kép között fennálló ellentmondás volt. Vajon az új elmélet ezt megoldja? Einstein azt remélte, hogy igen. Hogy az ő új elméletéből lehet vezetni azt a világképet, amiben ő felnőtt. Az pedig az álló csillagok, vagy álló galaxisoknak a képe volt, a világegyetem örök óta, idők óta létezik, és ott vannak benne a galaxisok. Egy apró kitérés, 19. században kifejlődött a termodinamika, és az egyebek között azt állítja, hogy egy csillag nem világíthat örökké, mert elhasználja az üzemanyagát. Hát akkor módosították, na jó, hát egy-egy csillag nem él örökké, de ez olyan, mint egy város. Hogy a városban is mindig vannak gyerekek, meg felnőttek, meg öregek, mindig születnek újak, akármikor érkezik egy külsős megfigyelő, mindig lát a városban gyerekeket, meg felnőtteket, meg öregeket, bár nem ugyanazokat az egyedeket, mert egyik születik, másik meghal, de azért úgy átlagosan mindig ugyanolyan. Hát így gondolták akkor azt, hogy örökké fennáll a világegyetem, és örökké ugyanolyan. Na ezt a világképet kéne reprodukálni az új fizikának. És akkor az a kérdés, hogy vajon fennáll ez hogy az új fizika megmagyarázza, már nem lesz ellentmondásban ezekkel a korábbi feltevése. Nem jött ki. Einstein szomorú, amint a mellékelt ábra mutatja. Mit csinál egy ember, amit fizikus, amikor az új egyenleteiből nem az jön ki, amit szeretne? Akik itt jönnek fizikusnak, azok tudni fogják, meghekkeli a saját egyenleteit. Ő neki szabad. Hogyha te vizsgál, nem fogod produkálni az Einstein egyenleteket, akkor egyest kapsz. Ha Einstein maga módosítja az Einstein egyenleteket, akkor dicséretet kap. Logikus, hogy ezt kell csinálni. Ezzel kell mindenkinek saját magáról elnevezett egyenleteket bevezetni, mert ahhoz hozzá lehet nyúlni. Hát Einstein bevezetett az egyenletekbe egy új tagot, amit úgynevezett kozmológiai állandó, mert hogy ezt a kozmológiai, kozmikus problémát akarja megoldani, módosította a törvényeket. Hát ezt tessék ugye elképzelni, hogy itt van fölírva az általános relativitás elmélet a táblára, és itt kicsit módosítjuk, és akkor most már másképp néz ki. És így már kijött. Hoppá. Így már kijött belőle a statikus állandó világ. Az a világ, amit Einstein tanult. Tehát teli van a világegyetem álló galaxisokkal, egymáshoz képest nem mozognak, és a gravitáció úgy hat köztük, ahogy az új fizikai törvény megmondja. Sikerült kiolvasni a képleteket? A táblán, mert én nem tudtam kiolvasni, hogy mi van odaírva, lehet, hogy nem az átra van felírva. Na minden esetre, hogy néz ki ez az Einstein-féle statikus? És akkor itt tér vissza az alapkérdéshez. Ez a világ, Einstein-féle modell, ez nagyon ragaszul válaszol az alapkérdésünkre, hogy véges vagy végtelen a világ. Ez véges, de határtalan. Na, tetszik emlékezni arra az elején, amikor a világ egy véges korong volt, és a szélén lefolyt az óceán. Kopernikusz matrózai attól féltek, hogy odaérnek és leesnek a semmibe. Aki olvasta a korongvilág történeteket, ott tudja, hogy akkor ki kell menni a szélére és kikúcskálni alá, és látszik a teknősbéka. Szóval egy csomó ilyen probléma felmerült, de egy véges, de határtalan világegyetem, hát ezt mondjuk, hogy lehet elképzelni. Ez valahogy így próbálják szemléltetni. Ez olyan, mint a földgömb. A földgömb az egy kétdimenziós alakzat, de nincs széle. Nem olyan, mint a korong, aminek el lehet menni a peremére és lelógatni a lábunkat az űrbe, hanem akármerre megyek, mindenhol rajta vagyok a korongon, aztán mehetek tovább, és még mindig rajta vagyok a korongon, sőt, hogyha sokáig megyek, akkor körbeérek. Egy adott pontból akármerre indulok el, egy idő után visszaérek. Mert ha hegyek, vizek, stb. Nem zavarnak, amik a holdat például körbe lehet sétálni megfelelő idő és oxigén birtokába. Jó, tehát egy ilyen gömb alakú világot körbe lehet sétálni, nincs határa, de a területe véges. Föl lehet osztani, véges a országra, és véges a területe. Mindenki megtanulhatja, mennyi a földgömbnek, vagy a hold felszínenek a területe. Ugyanígy, ezt most akkor itt szokták mondani, hogy képzeljük el egy dimenzióval följebb. Hát nem tudjuk elképzelni, de analógiákkal tudunk érni, hogy a földfelszín akármelyik pontjából elindulunk, egyszer csak visszaérünk. Hát itt most ez egy olyan világ, hogy akármelyik irányba indulok el, a tér akármelyik irányába, ha elég sokáig megyek, akkor az ellenkező irányba visszaérkezem. És közben ki lehet számítani, hogy ennek a térfogata véges. Összességében véges sok galaxis van benne. Annak idején úgy satszolták, hogy ennek a durván a sugara 2 millió fényév, akkor még nem voltak távolabbi mérések, és akkor kiszámolták, hogy mennyi a benne levő összes anyag. Tehát a véges végtelen ellentmondást ilyen ravasz módon oldotta meg ez a modell, hogy véges, ám de nincs határa. Tehát nem lehet elérni a határát, nem lehet lelógatni. Amikor nem lehet megkérdezni, mi van a határán túl. Időben végtelen, mert ez hát végtelen óta létezhet. Einstein megnyugodott és nagyon boldog volt, hogy
gyerekkorában belévésődött csillagászati világképet tudományosan alátámasztotta. Igen, íme ezek a galaxisok egymáshoz képest rebegnek ebben a szűrben, igaz, hogy módosítani kellett a világképet, mert véges világ. Na most Giordano Bruno-tól annyit finomodott a kín, hogy Einstein-t már nem égették meg. Csak csúnyán néztek rá, de a modern társadalomnak egy paradoxa miatt együtt odán híres lett, és ó, ez az Einstein, aki azt mondta, hogy a világ véges. Meg azt is mondta, hogy relatív, ó, milyen érdekes dolgokat mondogat. Szóval híres lett ezzel a mondással, de a tudományban egy idegen furcsán néztek rá, hogy most mi a? Hát az, hogy végtelen világéte már régóta tudjuk. És akkor ő most ilyeneket mond, hogy véges. Figyelem, ez nem bizonyítás. Fizikában nem lehet úgy bizonyítani, mint a matematikában. A Pitagorasz tételt be lehet bizonyítani, a világ végességét vagy végtelenséget nem lehet matematikailag bizonyítani. Néhány éve egy matematikus azt mondta nekem, hogy minek beszélnek a fizikusok végtelenről, hiszen Einstein már bebizonyította, hogy a világ véges. Hát először is nem bizonyítottam, ez a bizonyítás nem olyan, mint a matematikai. Másrészt ez a modell csak néhány évig élt. Néhány év után Einstein maga mondta vissza. Magyar matematikusokhoz lassan jutnak el a hírek. Na minden esetre ennek a világegyetemnek egy baja van. Ugyanolyan instabil, mint az a bizonyos modell, amit korábban bemutattam, hiszen, ha jól meggondoljuk, ez ugyanaz. Az a kozmológiai állandó, amit Einstein bevezetett, az tökéletesen ugyanazt csinálja, egy általános kozmikus taszítást vezet be a modellbe, ami az anyagot távolság, minden nagyobb távolságra annál jobban taszítja, és akkor ez a modell ez azért állandó, azért statikus, azért nem mozdul, mert beállították a galaxisokat egymástól a bizonyos távolságra, a vonzó meg a taszító erő egymás kiegyensúlyozza. Ugyanaz, mint amit az 1840-es években kicsit primitívebb matematikával megcsináltak, Einstein sokkal bonyolultabb matematikába csomagolta, de a mélyre ülő fizikai gondolat ugyanaz. Ezt ő nem tudta, ezért amikor felhívták a figyelmét arra, hogy hát hoppá, itt ez egy instabil modell, megint az történik, hogy ha valahol egyszer csak véletlenül kicsit sűrűbben vannak a galaxisok, akkor elkezdenek összesűrűsödni, amelyek ritkábban vannak ott, meg elkezd a végtelenség tágulni, ugyanúgy instabil, mint a másik, akkor utána szégyelte magát. Na minden esetre felmerül a kérdés, hogy miért is akarjuk mi a nosztalgián kívül a Bruno-féle állandó modellt reprodukálni a tudományban? Történt közben valami más is, szintén a 20. század elején. Ugye mondtam már, hogy vitatkoztak azon a csillagászok, hogy azok a foltok, azok közeli, vagy közeli gázfelők, vagy távoli galaxisok. Amikor felfedezték a galaxisokat, akkor rögtön elkezdték vizsgálni a mozgásaikat. Azt gondolták, hogy valahogy úgy mozognak, mint itt a gázmolekulák. Némelyik errefele repül, némelyik arra, egyik közeledik, másik távolodik, vörösölt oldással meg lehet mérni a sebességüket, és akkor azt gondolták, hogy majd megnézik a statisztikát, hogy milyen gyorsan mozognak egyik részük felénk, másik részük elfelé. Ugyanaz a Hubble, aki bemutatta, hogy a galaxisok tényleg távoli objektumok, megmérte a galaxisoknak a mozgási sebességét, így és kiderült, hogy mindenki távolodik tőlünk. Bizonyára marhára utálnak bennünket, ki akarunk lépni a Galaktikus Szövetségbe, vagy valami ilyesmi, és ezért mindenki távolodik tőlünk. Mi vagyunk a világ közepe, visszatértünk Kopernikusz előttre. Igaz, hogy ilyen furcsa módon, hogy mindenki elmenekült tőlünk. Kiderült, hogy a modell nem ilyen, mindegyik galaxisok körülnézve ugyanazt látjuk, hogy mindegyiktől távolodnak. Erről megint voltak itt korábban előadások, nem akarnak ennek a részleteibe belemenni. Mindenesetre ez a modell már nem állandó, már nem statikus. Tehát ezt a modellt kiderült, hogy korábban már levezették. Ugye Einstein 1917-ben mutatta be az előző modellt, amiben volt kozmológiai állandó és állandó statikus világegyetemet írt le. Alexander Friedman 21-ben Einsteinnek az eredeti, nem módosított egyenleteiből levezette azt, hogy a világegyetem tágul. És néhány évvel később, tőle függetlenül, ugye a szovjet tudomány eredménye nem jutott el nyugatra, tehát egy csomó dolgot újból fel kellett fedezni, Jean Lemaître, aki belga tudós, de benne volt a nyugati tudomány vérkeringésében, ő ugyanazt felfedezte, és az derült ki, ezek az ábrák majd sokat fognak szerepelni, hogy az idő függvényében a világegyetem mérete valamilyen furcsa módon változik, tehát lényeg az, hogy nem állandó. Ezek a görbék majd mindjárt jönnek részletesen. Valamikor volt egy nagy bum, amikor nulla volt a mérete, ezt az AT függvényt kell megadnunk, az idő függvényében a világ méretét. Lényeg az, hogy egyelőre azt kell tudnunk, hogy ez nem állandó, hanem változik. Ezt a modellt 21-ben, aztán 25-ben kidolgozták. Ráadásul az a furcsaság derül ki, hogy a különböző modellek, az egyik ugye elkezdődik, aztán tágul, aztán visszaesik és recs,
annak a világa olyan, mint az Einstein-féle, mint ez a bizonyos zárt gömb világ. Van olyanok, amik ellentétesek, olyan, mint a nyereg felület, ilyen hiperbolikus módon. Ezen, ha megrajzolunk egy háromszöget, a háromszög szögeinek összege nagyobb, mint 180 fok, itt meg kisebb, mint 180 fok. Ez nekünk ismerős kell legyen, mert ezt Bolyai meg Lobachevsky fedezték föl, ezt a matematikát, ezt a hiperbolikus világot. Pusztán elméletek a matematikán belüli fejlődéssel, tehát ez egy lehetséges megoldás a világegyetem görbülésének, térben alakjának. Egy ilyen világegyetem viszont egy ilyen végtelenségig táguló görbén van, és a kettő között, ezekből mindegyikből elképzelhető különböző méretű, tehát elkezdődik hamarabb visszaesik, vagy később esik vissza, és ebből is végtelen sok különböző, és van köztük egy elválasztó, amikor viszont ilyen sík a tér. Sík tér nyúlik, mint a rétes tészta húzzák szanaszéjjel. És akkor ezek a Friedman-féle modellek, és érdekes megjegyezni, hogy ez a furcsa kapcsolat van köztük, hogy ami időben véges, mert itt elkezdődik és ott véget ér, az térben is véges, ami meg időben végtelen, az térben is végtelen. Ó, micsoda csodálatos kapcsolat, szokták mondani a tudomány további fejlődését nem követők. Egy csomó tankönyvben ez benne vagy. Hú, micsoda kapcsolat a tér és az idő között, ez biztos a relativitás elméletből következik, hát a frászt. Na mindenesetre menjünk tovább, mi történt? Ugye Hubble felfedezte 29-ben, hogy a galaxisok távolodnak. Ez a Hubble első nevezetes görbéje, talán lehet látni a pontokra, nem muszáj egyenest illeszteni, akár kört is lehetne ráilleszteni, de Hubble zseni volt, és azt mondta, hogy egy egyenes kell illeszteni. Minél távolabb van valami, annál gyorsabban távolodik. Ez az aranyássági tényező, ez az övét Hubble állandó. Amit akkor ennek alapján megmért, azóta most már sokkal pontosabban ismerjük. A nehézség az, hogy a galaxisok távolságát nehéz megmérni, nem tudjuk pontosan. A sebességüket könnyű, de a távolságokat nem, és ezért itt a vízszintes skála nem teljesen pontos. Mindenesetre, amikor ő ezt megmérte, az univerzum tágul, akkor innentől kezdve a Bruno-féle statikus világmodellnek vége. 1929. Nekem az iskolában még a Bruno-féle statikus modellt tanították. Nem az általános iskolában, még itt az egyetemen is. Filozófia órán. Fizika órán már megtanultuk a nagybombot, meg a táguló világot. A marxizmusban nem volt benne a táguló világ, ezért nekem még azt tanították, hogy a csillagok állnak, és úgy csinálják, hogy ezt a 19. században leírták. Tehát megint csak arról van szó, hogy a tudomány és az oktatás különböző területein nincsenek szinkronban, és nem megfelelő sebessége, mert 1929 óta tudjuk, hogy nem így van. Na most Einstein, ugye mit történt? Friedman elküldte Einsteinnek a kéziratát a táguló világról. Einstein azt mondta, hogy hülyeség, hát én már megmutattam, hogy milyen a világ, és eltette a kéziratot a fiókba. Friedman néhány év múlva meghalt, tehát ő nem érte meg azt, amikor már bemutatták, hogy tényleg tágul a világ. De amikor kiderült, hogy tágul, akkor Einstein nagyon becsületesen elővette a Friedman kéziratát a fiókból, és azt mondta, hogy bocsánat, én voltam a hülye, én magamtól is rájöhettem volna, hogyha nem teszem oda azt a nyelvad kozmológiai állandót. De Friedman rájött magától, és így került forgalomba Friedmannak a neve, meg Lemaître-t is akkor kezdték el ismerni a eredményeivel. Van egy ilyen nevezetes kép, hogy Einstein meglátogatta Hubble-t, benézett a távcsővel. Tehát itt vannak hárman, Einstein, Hubble és a távcső. Van egy másik kép, ahol Einstein Lemaître-ra megbeszéli, hogy hát neked volt igaza. Szóval Einstein nagyon becsületesen ismert, hogy nem volt igaza, és azt is mondta, hogy az egyenletek módosítása életem legnagyobb tévedése volt. De ebben tévedett, mert nem ez volt a legnagyobb tévedés. Na most akkor ismét fel lehet tenni a kérdést, hogy akkor most véges vagy végtelen az univerzum, tágul. A tágulással egy csomó dolgot meg lehet magyarázni, például azt, hogy időben nem végtelen. Mert a tágulás valamikor kezdődött. Hogy pontosan mikor az a sokáig tartott, ma azt mondjuk, hogy 18,3 milliárd évvel ezelőtt, de hogy mennyi azt sokáig vitatták, tehát valahol néhány milliárd és néhány száz milliárd között volt eredetileg az adat, és elkezdve van egy ismerősem, hány éves? Hát úgy 5 és 500 között. Nem volt túlságosan pontos, de később, amikor azt mondták, hogy 10 és 20 év között, hát az sem mindegy, hogy hány éves a hölgy ismerős. Szóval ma már pontosan tudjuk, hogy 13 éves és augusztusban született, tehát már ennyire pontosan tudjuk az adatokat, de ez csak néhány éves eredmény. Szóval mindesetre ezt a kérdést, hogy ismét fel lehetett tenni, időben véges, rendben, térben végtelen vagy nem, hát attól függ, az előbb láttuk, hogy melyik Friedman görbén vagyunk. Az egyik Friedman görbén a világ zárt gömbölyű, fölfúvódik, összeesik, a másikba pedig térben végtelen.
akkor meg kell mérni, hogy melyik Friedman görbén vagyunk. Mit kell megmérni? A tágulás sebességét. Két alapvető adat van. Az anyag sűrűsége, hogy egy köbfény évben hány kiló anyag van. Viszonylag nehéz egy köbfény évből összegyűjteni az anyagot és begyűjteni. Ez körülbelül ez az adat olyan, hogy néhány proton köbméterenként. Hát itt ebben a teremben kicsit sűrűbben vagyunk, szóval mindenkiben van 10-27 darab proton, és akkor itt még plusz meg kell szorozni azon, ahányan itt vannak, de és jó, nem egy köbméterben üldögélünk, de akkor is ez viszonylag nagy. De mi a föld, vagy a világnak egy kitüntetett helyén vagyunk, az anyagi összesűrűsöd. Ha figyelembe veszünk azt a rengeteg köbfényévét, ahol alig van valami, átlagosan az jön ki, hogy néhány proton per köbméter. A másik adat pedig a tágulás sebessége. Most ezt úgy tessék elképzelni, neki csinálta a középiskolában golyóhajigálásos feladatokat. Ha jól földobom a követ, fölmegy valameddig, aztán visszaesik. Ha nagyon magas a földobom, akkor figyelembe kell venni, hogy fölfelé menet gyengül a gravitáció. Tehát nem állandó 9,81-el kell számolni, hanem egyre gyengülővel, így is meg lehet oldani az egyenleteket. Kiderült, hogy a Friedman által a kozmológiai tágulásra nevezetett egyenletek tökéletesen megegyeznek a feldobott kőnek az egyenletével. Az ember 3 fél éven át tanulja az általános relativitás elméletét, és végül megérkezik a feldobott kőnek az egyenletéhez. Ez eléggé frusztrálni szokta az illetőket, amikor odáig érkezünk a tanulásban. Mindenesetre milyen megoldásai vannak? Ha kis sebességgel dobom fel, akkor visszaesik, ha nagyobban, magasabbra megy, de ha nagyon nagy sebességgel, akkor elmegy a végtelenbe. Ugye a második kozmikus sebesség a határsebesség, az felel meg annak a középső Friedman görbének, ami elválasztja a visszaesőket a felfelemelőket. Mit kell csinálni? Pontosan meg kell mérni egyrészt a sűrűséget, másrészt a tágulásnak a sebességét, amit a Hubble állandó jellemez. Hát el kell dönteni, nagyon pontosan meg kell mérni a távolságot, meg a sebességet, abban megvan a Hubble állandó, abban megvan az, hogy most melyik görbé vagyunk. A köves feladatokban azt lehet csinálni, hogy a kidobás sebességéből ki tudom számítani, hogy milyen magasan megy el. Aki ügyesebben csinálja, az nem csak a kidobás pillanatában levő sebességben, hanem menet közben. Elkapom a követ röptében, és itt van egy bizonyos magasságban, bizonyos sebességgel megy. Abból ki tudom számítani, hogy mennyi az energia, és az megmondja, hogy milyen magasig megy föl. Stimmel? Tehát nem kell visszamenni a nulla pillanatba, de nem tudok visszamenni mérőcskélni. A mostani állapotot megmérem, és abból is ki tudom számítani. Hát ezt kell csinálni, a jelenlegi tágulásnak az adatait kell megmérni. Hát most következik az, hogy mit csináltak a következő 70 évben. Az a baj, ugye ezek a nevezetes görbék, nehéz pontosan megmérni a távolságot. Ezért az, hogy most éppen milyen messzire vannak, az egy ilyen jó nagy téglalapot jelent ezen az ábrán. Ebben benne vannak olyan görbék is, amik visszaesnek, meg amik elmennek a végtelenségig. Amikor én ezeket tanultam az egyetemben, akkor ez volt a kérdés, hogy abszolút nem tudjuk a mérések alapján eldönteni, hogy melyik görbén vagyunk. Van benne végtelen sok olyan, ami visszaesik, végtelen sok, ami távol, és nagyon pontatlanok a mérések, ezért hát ott szólnak ebben a téglalapban a lehetséges értékek, a fene tudja, hogy pontosan melyik görbén vagyunk. Jó, tehát ezt nehéz megmérni. Amikor fejlődött a mérés technika, és egyre pontosabb mérések lettek, az 1990-es években, nem olyan régen, akkor óriási meglepetés érte a kutatókat. Einstein tévedett, amikor azt mondta, hogy tévedett. Nem kell kidobni a kozmológiai állandót, hanem figyelembe kell venni. Na most próbáljuk rekonstruálni, ez egy ilyen logikai játék lesz, kitaláljuk, hogy ugye ez, amit Einstein tévedése volt, az, hogy az a legnagyobb tévedése. Mi történt? Először azt mondta Einstein, hogy statikus az univerzum, és megpróbálta kiokoskodni a lambda nélküli, a kozmológiai állandó nélküli egyenlettel. Nem talált ilyen megoldást. Erre azt mondta, hogy azért nem talált ilyet, mert hogy nem vezette be a kozmológiai állandót. Ha lambda egyenlő nulla, akkor nincs megoldás. De ha ő bevezeti a lambdát, ami nem nulla, hogy a lambdával jelöli a kozmológiai állandót, akkor van megoldás. És akkor ez nagyon jó, ezt hívjuk az ő világának. Friedman földobta azt az ötletet, hogy lambda nélkül megoldjuk az egyenletet, Friedman és Lemaître, akkor kijött, hogy tágul a világ. Einstein azt mondta, hogy hülyeség, mert nem tágul, ezért ezt a modellt áthúzta. Sőt, az összes tágul a világ értelmében, hogy az az előfeltevésünk, hogy áll a világ. Ezek után 29-ben kiderült, hogy a világ nem áll, hanem tágul. Mit kell csinálni? Hát átugrott hirtelen innen, hogy melyik modellt kell, most a statikus modellt kell kidobni, és Einstein erre azt mondta, hogy akkor hülyeség volt bevezetnem a lambdát, és áthúzta a lambdást. Tetszik látni, hogy többet húzott át, mint amit kellett. Áthúzta a jobb alsó sarkot is, pedig arról nem volt adat. Azt kell, 1990 után derült ki, hogy nem így kellett volna, hanem csak azt, hogy lambda nem nulla, és statikus. Azt
azt a mérések cáfolták, mert tágul a világ. De hogy mi van a jobb alsó sarokban? Hát, mint tudjuk, az igazság oda át van, az igazság a negyedik kockában van. Van lambda is, és nem statikus a világ. És a kettőt együtt kell vizsgálni, és így lehet megoldani, hogy milyen a világ egyetlen igazából. Na hát menjünk tovább. Ezért így kaptunk egy modell családot. Ugye egy rendes fizikai elmélet tudósokról van elnevezve, Einstein-Dönhaus effektus, stb. Hát ennek annyi atya van, hogy egy ilyen családi képet kell rajzolni. Einstein, Friedman, Lemaître, De Sitter, Robertson, Volcker. Jó? És akkor ezekből egy ilyen EFL-SRV modellt, inkább nem mondom többet. Szóval ez a modern kozmológiai modell, ez egy, nem egy modell, hanem egy modell család. Van benne ez a két paraméter, amit változtatni lehet. Az egyik adat sokféleképpen lehet megfogalmazni. Tehát mondjuk, tegyük fel, hogy ismerem a világegyetem sűrűségét, 10^-29 gram per köbcenti, mondjuk egy. És az egyik ismeretlen adat a Hubble állandó. Tehát a jelenlegi tágulásnak a sebessége. A másik pedig a kozmológia állandó, amiről eredetileg azt gondolták, hogy nulla, most meg azt mondjuk, hogy nem nulla, akkor akármilyen értéke lehet, pozitív is, negatív is. Tehát itt a két paraméter, amit változtathatunk, az egyik a H, a másik a lambda. És mindezen paraméterek, minden lehetséges értékehez tartozik egy modell. Tehát ez végtelen sok kozmológiai modell. El lehet képzelni? Tehát választok egy adatot, egyikből választok egy másikból, beteszem a számítógépbe, és kiszámítja, hogy hogy tágul a világegyetem. Tehát ebből kapok egy görbét. Mindegyik egy ilyen lehetséges forgatókönyv. A görbének a függőleges tengelyén az univerzum mérete van az időfüggvényében. Tehát valami ilyen görbét kapunk. Ez matematikai probléma. A modell, az egyenletek föl vannak írva. Beteszem ezt a két adatot, szerintem ennyi a H, annyi a lambda, számítógép kirajzolja a görbét. Józsi leprogramozza, azonnal kijönnek a Python programból ezek a görbék. Hát én nem programoztam le, de mindjárt lerajzolom ezeket a görbéket. Az, hogy ezek közül melyik a... Így pontosabb. Ezek közül melyik a valódi, az már nem matematikai kérdés. Az csillagászati és fizikai. Fizikai modellértek, csillagászati megfigyelések választják ki, hogy ezek közül melyik írja le jól a világegyetemet. Hát nézzük meg, ugye először nézzük az eredeti Friedman modelleket, amik az Einsteinnek a lambda nélküli egyenleteit oldják meg. Hát ebben, ugye ez pont olyan, mint a földobott kőnek, az egyenlet, ennek a görbét rajzoltam le. Na most amellett, hogy kijön az időbeli változás, amellett kijön a tér görbölése is, az előbb már egyik ábrán szerepelt. Tehát itt egyetlen paramétert kell változtatni, ezt a Hubble állandót. Ezért rajzolunk egy tengelyt, ez pozitív a Hubble állandó, mert ugye a tágulást írja le, nullától végtelenig megrajzoljuk. Ezen van egy nevezetes pont, egy kritikus érték, és annál kisebb esetek, ezt a kisebb H-hoz tartozik az egyik adag modell, a másikhoz meg a másik feléhez pedig a másik modell. Ez a Friedman 1-es, ezek a görbéje így néz ki. Ez az előbb már szerepelt. Itt van a nagy bum, és ott a nagy recs. Az univerzum kezdődik egy szinguláris pillanatban, tágul, aztán egyszer csak megunja, és visszaesik, és egy nagy recsel ér véget. Ez felel meg annak, mint a feldobott kő, megy föl, visszaesik, placs. Oké? Na most ebből nem egy modell van, hanem végtelen sok ilyen, hiszen ennek a résznek mindegyik pontjához ki tudom számítani, ezek ugyanolyan jellegű görbék, csak konkrétan más. Egyik később esik vissza, másik korábban. El lehet képzelni? Szóval ez itt csak egy tipikus sok közül. Most, hogyha ide a másik végére megyek a görbének, ja, és bocsánat, és az jött ki, hogy ezek ilyen zártak, olyan, mint az Einstein modell, csak az Einstein modell az állandó volt. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy egy felfúvódó lufi, aztán vissza leeresztő lufi. Ezt szokták mutogatni minden, hogy az univerzum olyan, mint egy nagy lufi. Hát ez ugye analógia, és a világ az ennek a felszínének felelnek, meg azon vannak a pöttyök, távolodnak egymástól, ha leereszt a lufi, akkor közelednek egymáshoz, csak ezt a nulláig kell leereszteni. Na most a másik típusú modell, az pedig itt van, itt megint nem egy modell, hanem végtelen sok innen a különbözőtekben. Ekkor a görbe olyan, hogy elindult a nagy bummal, távolodik, és akkor itt beáll, nem tudom mennyire látszik, ott van egy egyenes, tehát nagyjából egyenesen fog itt a végén távolodni. Ez olyan, mint a feldobott kő, amit nagyobb sebességgel dobtunk el, mint a kozmikus sebesség, elmegy az űrbe, és végül állandó sebességgel távolodik a Földtől. Ennek a modellnek felel meg ez a bizonyos nyílt, hiperbolikus, Bolyai-Lobachevsky-féle geometriai világ. Itt a végén egyre távolabb vannak az anyagok, egyre inkább hideg lesz, ezért ezt nagy brrnek szokták mondani, mert ugye nagy bumtól a nagy brrrig, angolul big chill, szóval rettenetes nagy fagyás.
Közben van az a bizonyos elválasztó. Tehát még egyszer, ebből van végtelen sok, ebből is van végtelen sok, és köztük van egy darab, az a Friedman 2-es, ami ennek a kettőnek a határesete, és abban az esetben a tér az sima. Tehát síkszerű, tehát akkor úgy tágul, mint egy ilyen nagy lepény, amit húznak szalaszét. Ez szokás Einstein-Desitter modellnek nevezni, Desittert az előbb mutattam. Jó, tehát akkor ez a egy tengely mentén ez a pont elválasztja a zárt világokat a nyílt világoktól. De ez csak egy paraméteres volt, tehát ez a Friedman modell. És ugye az előbb láttuk, hogy a térben végesek, azok időben is végesek, térben végtelenek, meg időben is végtelen modellek. Na most térjünk át az Einstein-Friedman, Lohmann-Desitter, Robertson-Walker modellekre. Ott még egy paramétert be kell veszetni. Tehát a tengelyre merőlegesen felveszünk még egy tengelyt, amire ráírjuk a kozmológiai állandót. Ez lehet pozitív is, negatív is, tehát fölfele és lefele is meg kell húzni. És akkor itt most megnézzük, hogy miféle lehetséges modellek fordulhatnak elő. Először is az derül ki, hogy az, hogy a világ sík, az nem egy pont a további, hanem egy ilyen egyenes. A sík modellnek megfelelő pontok, azok elválasztják a zárt modellt, a nyílt modelltől, de ezek most egy ilyen ferde egyenesen helyezkednek el, tehát nem ide kell írni ezentúl az, hogy zárt meg sík, hanem ide a tenger, erre az egyenesen ráírom, hogy az ott a sík modell, ami fölötte van, az felel meg a zártaknak, ami alatta az a nyíltaknak, és ugye megint úgy kell elkezelni, már mondtam, hogy ennek a síknak minden pontjához tartozik egy lehetséges forgatókönyv. Ha azt mondom, hogy szerintem ilyen a világ, akkor egy nyílt modellt adtam meg, ha ide, akkor egy zárt modellt, különböző lambdákkal. Utána lehet számolni, van még, nem is tudtam ezt a föliratot, vannak még további érdekes görbék. Ez a kék görbe elválasztja egymástól azokat a modelleket, amelyeknél a tágulás lassul és a tágulás gyorsul. Tessék megint a feldobott kőre gondolni. A feldobott kő megy fölfele, és egyre lassul, aztán visszaesik. Ha jól földobtam, akkor is egyre lassul, de azért elmegy a végtelenbe. Miért lassul? Mert visszahúzza a gravitáció. Korábban senkinek nem jutott eszébe, hogy ez a tágulás gyorsulhat is. De igen, Desitternek eszébe jutott. Hogyha a földobott kő egyre gyorsabban távolodik, akkor ezt Marty McFly-tól megtanultuk, ezt úgy hívják, hogy antigravitáció. Tehát ha valaki olyasmit mond, hogy a tágulás gyorsul, akkor egy antigravitációs modellt tételez fel, és ezért a fizikusok egy ideig óckodtak ettől, de mindesetre el lehet olyasmit is képzelni. Kiderül, hogy ez a vízszintes kék vonal választja el a jelenleg lassuló modelleket a jelenleg gyorsulótól. Figyelem, lehetséges az, hogy a gyorsulás meg lassulás menet közben megváltozik, de ugye a pillanatnyi adatokkal dolgozunk, a jelenleg állandóval, hogy jelenleg gyorsul vagy jelenleg lassul, ez a görbe választja el. És az ábrára rá lehet rajzolni még egy nevezetes görbét, majd ez mindjárt kiderül a megoldásokból. A zöld görbén vannak azok a modellek, amik vagy a mínusz végtelenben, vagy a plusz végtelenben konstanshoz tartanak. Tehát egy aszimptotikusan állandó méretű világhoz. Hát akkor most nézzük meg, hogy ebben a új modellcsaládban, hogy ezek a görbék felosztják ezt a sík tartományt különböző részekre, és mindegyik részhez más jellegű megoldások tartoznak. Hát megpróbálom lerajzolni az összes megoldást. Először is van itt ez a nevezetes pontja, ez a pont. Tessék megnézni, mi történik itt. Itt a Hubble állandó nulla. Tehát a világ nem tágul, nem változik, nem tágul, és van egy adott értékű kozmológiai állandó. Ez az Einstein-féle statikus modell. Ha megrajzolom a megoldást, az jön ki, hogy a világ mérete állandó. Ez volt, amit Einstein 1917-ben kitalált. A kozmológiai állandó pont ellentart a gravitációnak, és ezért a világ mindig ugyanolyan marad. Ez felelt meg a Bruno-féle képnek. Ez a mi ábránkon csak egy pont a végtelen sok lehetséges modell közül. Stimmel? Na most nézzük meg, hogy milyen modellek vannak még. Ha ide lemegyünk, ugye ez volt a Friedman-féle modell, amiben nem volt kozmológiai állandó, világ tágult és összehúzódott. Hogyha negatív kozmológiai állandót veszünk föl, tehát itt a nulla alá megyünk, az azt jelenti, hogy a kozmológiai állandó nem taszít, hanem vonz. Stimmel? Nem egy univerzális taszítás van beépítve a modellben, hanem univerzális vonzás. Hát az besegít a gravitációnak, ezért még gyorsabban visszaesik az új a világ. Jó? És akkor kiderül, hogy ha ide megyünk, itt azért van egy kis pozitív kozmológiai állandó, de nem elég erős ahhoz, hogy az anyagnak a vonzását legyőzze, itt is visszaesik.
És viszont ez a megoldás is ugyanilyen jellegű, pedig itt már a világ nem véges, hanem végtelen. Emlékeznek, a piros görbe mentén egy végtelen síknak felel meg a tér. Megdőlt az a korábbi feltevés, amit annak idején fixnek gondoltak, hogy a térben véges világ az időben is véges. Hát most kaptunk egy időben véges, de térben végtelen világot. Ez ennek az új modellcsaládnak a érdekessége. Sőt, még itt is, ez milyen? Ez nyílt világ. Ez a hiperbolikus világ, ami kitágul és összeomlik önmagába. Hát itt összeomlottak azok, akik azt hitték, hogy egy szükségszerű összefüggés a térben véges és az időben végesek között. Ez időben véges, de térben végtelen. Na hát miféle modellek vannak még? Van az úgynevezett majd megáll világ. Ez elkezd tágulni egy nagy bumból, és szépen lassan megy, és egyszer csak megérkezik egy állandó értékhez. Ezt úgy tessék elképzelni, lengetem az ingát. Az inga így leng, egy ilyen botos inga. Ha nagyon meglököm, akkor így körbefordul. Érdekes középiskolai feladat, hogy mekkora sebességgel kell meglökni, hogy pont a tetőn álljon meg. Ugye mindenki ki tudja számítani a kezdősebességhez tartozó mozgási energia és a kétszer-emszergészer potenciálisának egyenlőségéből. Egyetemi módszerekkel azt is ki lehet számolni, hogy ehhez végtelen sok idő kell, amíg fölmegy egyre lassabban, és néhány millió év múlva még mindig ott van, és még mindig nem ért el a tetőt. Hát ez a görbe ahhoz hasonlít. Marha pontosan kellett az Úristennek meglökni a világegyetemét itt az elején, hogy majd a végén megálljon. Hol van ez? Ez itt a zöld görbén. Mondtam, hogy a zöld görbe az, ami aszimptotikusan konstanshoz tart, tehát ez a plusz végtelenben fog beállni egy ilyen konstansban. Ennek az ellenpéldája a zöld görbe másik része, az viszont a mínusz végtelentől kezdve konstans volt, és aztán onnan szépen lassan el fog távolodni és tágul. Ez a modell egy ideig divatba volt, ezt Römert találta ki, és nagyon sok tankönyvben még mindig így van. Nagyon sok könyvben nem akarják elfogadni azt, hogy a matematikai modellek szerint a világ kezdetben nulla méretű volt, hogy volt nagy bum. Ugyan már nullával nem osztunk, stb. Ezért valamilyen okból kitalálták, hogy a világ kezdetben 10 centis volt. Azt ugye el lehet képzelni. Az összes anyag, ami most szanaszét van a galaxisokban, rettenetesen nagy sűrűsége, nem azt mondjuk, rettenetesen nagy sűrűsége 10 centis labdába volt, és az aztán egyszer csak megunta és fölrobbant. Hát a frászt, itt sem arról van szó, hogy fölrobbant, hanem szépen lassan elkezdett tágulni, ez a görbe írja le. Römert ezt eredetileg, ő jól mondta, csak az interpretálói beszélnek hülyeségeket. Egyszer csak meggondolta magát és felrobbant, erről szó sincs, akkor hirtelen törés lenne a görbén. Mindenesetre ez egy lehetséges modell, de megint csak nagyon véletlen. Szóval, hogy mondjam, mi a valószínűség, hogy a célba dobok nyillal, akkor pont eltalálom a zöld görbét. És mert az nulla. No, tehát ilyesmi nem. Van még egy nagyon furcsa modell, ami itt fönn van ennek a tartománynak felel meg, ebben nincs nagy bum. A világ kezdetben végtelen volt, összehúzódott, megunta és megint elkezd tágulni. Hát ez ugye nem ilyen a mi világunk, mindesetre ez is egy lehetséges megoldás az egyeneteknek. Figyelem most, ugye azt lehetesség gondolni, hogy ez a pötty, ez ezt az egész tartományt jelöli. Tehát ezen a tartományon belül ez a pötty is, ugye ezt az egész háromszöget jelenti, ez meg itt erre kiterjed. Mi az, amit még nem írtunk le? Itt a zöld görbén belüli rész, ez ami itt van, ennek a különböző pontjaihoz egy újabb fajta megoldás tartozik, ami pedig így néz ki. Kezdetben lassulva tágul, a görbén van egy inflexiós pont, aki már tanulta a középiskolában, ott megunja magát és ellenkező irányba elkezd gyorsulni. Kezdetben lassulva tágul, aztán utána gyorsulva fog tágulni. Hova tartozik ez? Hát például, hogyha ez mit jelent, hogy a görbének még azon a szakaszán vagyunk, amikor lassul a tágulás, ez azt jelenti, hogy a kék görbe alatt vagyunk, tehát mondjuk ebben a tartományban ilyen jellegű megoldásunk van. Milyen itt a világ? A piros görbe fölött vagyunk, tehát zárt, olyan, mint egy jelufi. Egy lassulva tágul. Hogyha ide megyünk erre a pontra, akkor meg olyan, mint az a hiperbolikus, az a nyereg, végtelen világ, de eleinte lassulva tágul. Ha meg pont rajta vagyunk itt ebben a tartományban a piros görbén, akkor meg egy sík, ami eleinte lassulva tágul. Hogyha tovább megyünk és rámegyünk ennek a görbének a inflexiós pontjára, hogy itt egy egyenes, ahol az érintő átmetszi a görbét, az pont annak felel meg, hogy se nem lassul, se nem gyorsul, akkor rajta van a kék görbén. Ennek is lehet három lehetséges esete. Itt akkor egy zárt világ
éppen átvált a lassuló tágulásból a gyorsuló tágulásba, itt egy nyílt világ vált át a lassuló tágulásból a gyorsulóba, itt pedig egy sík világ vált át a lassulóból a gyorsulásba. És mi van, hogyha tovább menjünk ezen a görbén, akkor ott ezt a már a görbének a gyorsuló ágán levőt nézegetjük, akkor megint lehet egy zárt világ, ami gyorsulva tágul, lehet egy nyílt világ, ami gyorsulva tágul, és lehet egy éppen sík világ, ami gyorsulva tágul, és ezt bekarikázom. Vajon miért karikázom be? Mindjárt ki fog derülni, hogy ez a mi világunk. A sok lehetséges modell közül pont ez fog megfelelni annak, amit mi itt láttunk. Még egyszer, ez itt most matematika volt. A fizikai törvények alapján fölírták az egyenletet, Robertson és Volcker volt, aki ezt általánosan megvizsgálta ezeket az egyenleteket, megkeresték az összes lehetséges megoldást, azokat le lehet rajzolni. Ezt az ábrát így még nem láttam lerajzolva a tankönyvben, tehát tessék innen megegyezni. Hát ezek a lehetséges megoldásai ugyanannak az egyenletnek, és innentől már nem a matek jön. Innen a fizika meg a csillagászat jön, hogy kiválassza ezek közül azt, ami megfelel a valódi világnak. Rendben? Tehát akkor hogyan kell választani csillagászati megfigyelésekkel? Természetesen azt kell csinálni, hogy megnézzük a görbe elejét, meg a végét, meg követjük a világét. Ez nem jó. Ha a bolygó keringését követjük, akkor van rá egy évünk, hogy megnézzük, hogy itt a bolygó, ott a bolygó, de sajnos még nem adtak, hogy Józsi, lehet kapni 3 milliárd éves ösztöndíjat? Szeretném követni a világegyetem tágulását 3 milliárd éven, és akkor megnézni, hogy melyik görbén van rajta. Sajnos nem adnak ilyen tudományos ösztöndíjakat. Tehát ez így nem működik, hogy szépen követem a dinamikát, és megnézem, hogy hogy változik a világ. Ezért mit kell csinálni? Az anyagnak a kozmikus méretű elosztását kell vizsgálni. A világegyetem nem egy nagy üres tartály, ami csak úgy magában tágul, hanem van benne anyag. Befolyásolja maga az anyag befolyásai, hogy tágul, erről szól az általános relativitás elmélet, de fordítva, a táguló világegyetem befolyásolja a benne lezajló folyamatokat. A benne levő anyagnak az eloszlását, a csillagok fényességét, ráadásul ugye itt arra is volt szó, hogy ez itt körbe világegyetem, a görbül a tér, ezért a fény terjedése is függ attól, hogy görbül. Tehát ezt a világegyetemet ezt meg kell vizsgálni, a galaxisok eloszlását, a háttérsugárzásnak a pillanatnyi apró ingadozásait, meg a fény terjedését. És mi kellett ehhez? A megfigyelő technikának a fejlődése, és az 1990-es években érkezett el az a nevezetes tudománytörténeti pillanat, amikor mindezeket a dolgokat a kísérletező csillagászok meg tudták vizsgálni. És a csillagászatban a kísérlet az mást jelent, mint itt, hogy összerakjuk a labort, aztán nézzük, a csillagász leül és nézi az eget, vagy lefényképezi, és akkor utána tehát kiértékeli a mérési eredményeket. Hát ez történt az 1990-es években, született az úgynevezett precíziós kozmológia. Az előbb emlegettem, hogy korábban olyan adataink voltak, hogy 1 milliárd és 100 milliárd közötti, hát ez nem túlságosan pontos a laborban, tessék elkezdeni, mert fizet, mennyit fizettél? 1 és 100 forint, nem túl pontos. Hát ekkor lett precíziós a kozmológia, most már 1% pontossággal ismerjük ezen adatokat, mint rendes természettudományos adatoknál. Hát annak idején, amikor egyetemista voltam, és itt a laborban mértünk, akkor olyan régi vacak műszereink voltak, hogy én negatívnak mértem a Planck állandót. Tehát akkor még már annak örült az ember, hogyha előérre kijött. Azért most már vannak olyan műszerek, ahol legalább 1% pontossággal lehet mérni. A kozmológia felzárkózott a többi természettudományhoz, és most már 100% pontossággal tudunk méricskélni. Három független csillagászati mérés, ami külön-külön nem voltak döntőek, de a három együtt, mindjárt látni fogjuk, a három együtt nagy pontossággal megadta az univerzum adatait. Hát kövessük ezeket a méréseket, az egyik a kozmikus háttérsugárzás eloszlásáról szól. Ezeket az ábrákat bizonyára látták, de volt itt erről már több előadás. Azt kell megmérni, hogy a univerzum különböző irányaiba kinézünk az űrbe, akkor milyen a háttérsugárzás hőmérséklete. Nagyon nagy pontossággal egyforma. Ez olyan ez az ábra, mintha erről az asztalról készítenénk egy domborzati térképet. Itt van egy hegy, mert itt egy 100 milliméterrel magasabb. Itt meg van egy völgy, mert egy 100 milliméterrel alacsonyabb. Hát ki a fenét érdekel az asztal? Hát a ravasz csillagászokat igen. 4/10 pontossággal egyforma, és az 5/10-esben van egy pici ingadozás, és az van lerajzolva. Ezt a mérést az 1989-ben felbocsátott Kobe műhold készítette, kozmikus sugárzást, kozmikus háttérsugárzást észlelő műhold. Ez pedig a WMAP, ez Wilkinsonról, a mérés egyik vezetőjéről van elnevezve, és feltérképezte az égboltot, ugye ez sokkal pontosabban méricskélte. Mindenesetre a csillagászok nem csak gyönyörködnek ebben a Loper mintában, hanem matematikailag kiértékelték. Matematikai kiértékelésből ilyen csodálatos görbék születnek,
Ez például az egyik legszebb plangörbe. Plangörbéről külön volt itt egy előadás néhány évvel ezelőtt. Azt is meg lehet nézni az archívumban. Ez a legpontosabb plangörbe a világon, mert a Földön nem lehet ilyen pontosat mérni. Ez pedig az elméletnek és a kísérletnek az összehasonlítása. A modell alapján kiszámolták, hogy ilyennek kell lenni ennek a sugárzás-eloszlásnak bizonyos tulajdonságának, és a pöttyök pedig tökéletesen ráilleszkednek. Tehát az elméleti javaslatokat ez a modell nagyon jól tudja. És ennek alapján a mérésnek a két vezetője 2006-ban meg is kapta a fizikai Nobel-díjat. Ez volt az egyik mérés. Na most mit csinál az ember? Az ember előveszi azt a ábrát, amit az előbb mutogattam, ahol a Planck állandó, a Hubble állandó és a kozmológiai állandó vannak, és megnézzük, hogy ez a mérés mit mond, hogy akkor mely adatok férnek össze ezzel a méréssel. Kiderül, hogy nagyon sok, ilyen ábrával fog rajzolni, hát ezen az ellipszisen belül minden adat összefér. Hát láthatóan ez nem mond semmit. Hát mennyi a Hubble állandó? Hát lehet ennyi is, meg ennyi is. Ugyanakkor változik a kozmológiától. Külön-külön egyikre sem kaptunk adatot, a kettő összefüggéséről mond valamit ez a mérés. Na jó, hát akkor végezünk másik méréseket. Ezeket nem összebeszélve, hanem egymástól függetlenül más tudós csoportok hajtották végre a méréseket, és véletlenül nagyjából egy időben. A másik távoli szupernováknak a fényét vizsgálta, pontosan a fényességét, hogy az univerzum tágul, a tágulás ütemének és a közbenső görbületnek megfelelően a távoli szupernovák fényessége és vörös eltolódása között van valami összefüggés, és ez attól függ, hogy melyik forgatókönyv szerint tágul a világ. Ezért meg kellett mérni egy csomó távoli szupernovát. Ugye erre megint nehéz volt képidőt szerezni, nézzünk a semmibe, hát ha éppen ott robban egy szupernova. És a távcsőben néztek, aztán időnként fogtak egy ilyet. Amikor elérkeztek a 42-hez, akkor azt mondták, mint tudjuk, a 42 adat az már megmagyarázza az életet, a világegyetemet. Minden 42 adat után lepublikálták, feldolgozták, és kiderült, hogy ez a mérés, ez igen döntő bizonyítékot szolgált itt a kozmológiában. Ők többen azt akarták megmérni, hogy melyik lassuló görbén van a világ, és kiderült, hogy nem lassuló görbén van. Ennek a későbbi feldolgozásában is benne volt egy magyar tudós, régi tanítványunk, Budavári Tamás, aki itt az egyik döntő bizonyítékot szolgáltatta később. Mindenesetre ennek a mérésnek a vezetői is megkapták a 2011-es Nobel-díjat. Hogyha ezt is lerajzoljuk, tehát most a távoli szupernovák fényessége által megengedett értékeket is lerajzoljuk, az egy másik ilyen ellipszisé. Ez se nagyon dönt, hogy mennyi a lambda, meg mennyi a H, de a kettő együtt már itt, ahol metszi egymást, akkor valahol itt kell lenni az igazi adatnak. Ezzel párhuzamosan folyt egy harmadik mérés, az pedig a galaxisoknak az eloszlását jelenti. Az univerzumban most jelenleg több mint 100 milliárd galaxis látunk, egy körülbelül 13 milliárd fényéves gömbön belül, és ezeknek a térbeli eloszlása nagyjából egyenletes, de nem homogén, hanem a csillag térképeken ilyen, biztos látták sokan, ilyen csipkeszerű mintázat alakul ki, ilyen fraktál dimenziója van, 1,2 körül van a fraktál dimenzió, szóval nagyon érdekes alakzat, és ennek a vizsgálatával már a 70-es évek óta foglalkoztak többen, hogy vajon miért ilyen, és tényleg ilyen. Ugye mit látunk az égen? Ennek a térbeli elosztásnak egy síkbeli vetületét, ilyen éggömbre vett vetületét. Ahhoz, hogy ezt pontosan tudjuk, akkor meg kell mérni pontosan a távolságokat, hogy egy térbeli modellt lehessen. Ehhez mi kell? Jó távcső és jó szponzor. A Sloan Digital Sky Survey-ből, a Digitalt meg a Sky-t meg a Survey-t lehet érteni, Sloan az a szponzor. Ő adta a pénzt hozzá, hogy megépítsenek egy direkt erre való távcsövet, amivel aztán 6 éven át vizsgálták az univerzumot, másodpercenként néhány terabájt adat ömlött a távcsőből, és aztán eleinte még azt tervezték, hogy CD-ken fogják őrizni, és akkor voltak a ábrák, hogy egy ekkora termet meg fog tölteni a sok CD-t. De közben a CD kiment a divatból. És aztán csináltak mindenféle trükköket, talán többen látták, ennek a programnak a weblapját föl lehet keresni az égen, el vannak helyezve három dimenzióban galaxisok, és akkor nyomja az ember a gombot, és lehet köztük utazni. És akkor ebben a csipkeszerű galaxis univerzumban körbe lehet menni. Van már digitális térképünk az univerzum jelentős részéről. Ebben is részt vettek magyar tudósok, az egyik kezdeményező Szalai Sándor, aki valamikor itt volt nálunk az egyetemben, de most már Amerikában a John Hopkins Egyetemnek az egyik vezető kutatója és az egyik leghíresebb kozmológus. A másik pedig, aki itt szintén döntő lépést tett meg, és megszázszorozta az elérhető adatokat, az pedig Csaba István, aki most is itt dolgozik.
bemutatkozik ebbe az épületbe, és az Atom Chillen tartott már előadást pont erről, hogy hogy készült el az univerzum háromdimenziós térképe. Ezt érdemes megnézni, ezt az előadást, mert közben még itt megszerelte a számítógépeket, és az külön érdemes figyelni a felvételen. Tehát ebben a mérésben is részt vettek magyar fizikusok, és ennek a mérésnek az eredményt is ember rárajzolhatja. Tehát veszik a harmadik adatot a harmadik mérésről. Na most, aki már végzett kísérletet, az tudja, hogy nem szabad harmadik mérést. Két görbe metszi egymást. Veszi az ember a harmadikat, akkor most melyik lesz az igazi? Hát akkor nagyon szomorúak leszünk. Döbbenetes módon nem ez történt. Veszük a harmadik adatot, és pontot metszi, ahol kell. És a három mérés egymást megerősítve kirajzolja, hogy az a kis piros rész, ami ott van, az mind a három méréssel összevethető, és mind a három mérés megerősíti. És ez viszont ennek a paramétertartománynak egy nagyon pici része. Le lehet vetíteni ennek a kis körnek a koordinátáit, és leolvashatjuk, hogy mennyi a három mérés által együttesen megmért Hubble állandó, és mennyi a kozmológiai állandó. Ennek az értékeit nem írom oda, de most már megvan, 1% pontossággal. Miután ez megtörtént, ez 2002 körül történt meg a három mérésnek az együttes kiértékelése, azóta mind a hármat továbbfejlesztették, és most már tényleg olyan 0,5%-os pontosság környékén tartunk. Utólag azt mondták, hogy jó, ez akkor még nem volt 1%, hanem 3%, de most már lementek 1% alá. Tehát nagy pontossággal ismerjük az univerzum paramétereit. És hogyha most visszarajzolom azokat a görbéket, amik itt ezt az ábrát felosztották részekre, akkor leolvashatjuk, hogy melyik résztartományban vagyunk, és melyik modellnek felelnek. Lemat lassuló-gyorsuló modellének a gyorsulóágán vagyunk rajta. Tehát a méréseink eldöntötték azt, hogy az elmélet által megengedett sok modellből melyik az, ami ténylegesen megvalósult. És nem kellett nekünk 10 milliárd éves méréssorozattal követni az univerzum tágulását, hanem a jelenlegi univerzumból leolvasható adatoknak az együttes feldolgozásával pontosan meg tudjuk mondani, melyik modell az, ami valóságban van. Most az az érdekes, hogy a három csoport külön-külön is érdekes eredményt érte. Nézzük meg, hogy a piros adat, tehát a háttérsugárzásra vonatkozott adat mit mond, az azt mondja, hogy nagy pontossággal rajta vagyunk a piros görbén, azaz az univerzum geometriája sík. Ez a csoport elkönyvelheti magának, hogy megállapították, hogy az univerzum nem gömbölyű, nem hiperbolikus, hanem sík. Tehát ezt ő mondja, hogy a három eredmény együtt kiadott valamit, de mi is csináltunk külön valamit. Mit csinált a másik csoport, a szupernovás csoport? Annak az adatai viszont azt mondták, hogy határozottan a kék vonal fölött vagyunk. Tehát az univerzum gyorsulva tágul. Ők azért kapták a Nobel-díjat, megállapították, hogy az univerzum gyorsulva tágul. A harmadik csoport pedig mit csinált? Ők lényegében megmérték a Hubble állandót. Tehát ez majdnem függőleges ezen az ábrán. Tehát ez a Hubble állandónak a pontos mérése, amit a galaxisok elosztásából lehetett kiokoskodni. Jó, tehát akkor most már tudjuk, hogy a modern kozmológia előállította ezt. Tehát jelenleg gyorsulva tágul az univerzum. És akkor, hogyha egyben berajzoljuk a korábbi Friedman modelleknek ezeket a görbéit, hogy ez volt a önmagában visszaeső recses, ez a végtelenig táguló. Most úgy rajzolták le ezen az ábrán a hármat, hogy itt közös érintő van. Jelenleg a Hubble állandó megmondja, hogy itt milyen meredek a görbe, és akkor eléje utána hozzá lehetett igazítani, és akkor a hármas görbe az, ami megvalósult. És az egyebek között azért is jó, mert ha visszafele követjük mostantól a múltig, hogy mondjuk ez a görbe lett volna igaz, akkor az derül ki, hogy mostantól a múltban mondjuk 6 milliárd évvel ezelőtt kezdődött a világ. Ugyanakkor láttak 10 milliárd éves csillagokat. Azért az ciki lenne, hogy egy 6 milliárd éves világban lenne 10 milliárd éves csillag. De ha ezt a görbét követjük, ez majdnem 14 milliárd évnél ér itt le, tehát innentől mostantól visszafelezítve, és akkor ebbe belefér, hogy itt 10 milliárd évvel ezelőtt már voltak csillagok. Stimmel? Tehát ez egy öregebb világot ad, mint amit korábban gondoltak, és ez nagyon helyes, mert jól illik a tapasztalatokhoz. Másrészt, erről már ezelőtt beszéltem, az, hogy itt gyorsulva tágul a világ, ez azt jelenti, hogy valami antigravitációs hatás van. Mindenki rettenten örül, hogy akkor nem sokára lesznek ilyen antigravitációs kutyasétáltató övek, meg gördeszkák. Sajnos az nem lesz. Ennek a matematikai elmélete megvan, és egyebek között az is következik belőle, hogy nem lehet rákenni a talpunkra, hogy antigravitáljunk. Nagyon kellemesen, de sajnos nem működik. Kozmikus méretben van, az antigravitáció kicsiben nincs. Most ennek az új mérések alapján kiállíthatjuk az univerzum személyigazolványát. Most már ismerjük az adatait.
Ha a rendőr éjszaka igazoltatja az univerzumot, akkor bevallhatja, neve a mi univerzumunk, itt a fényképe, életkora 13,8 milliárd év nagykorú, tehát kiment az utcára, geometriája sík, mérete végtelen, tágulása gyorsuló, mellékesen az összetételés kért, erről már volt szó, 69% úgynevezett sötét energia, ami nagyon hülye név, inkább úgy kéne mondani, quintessencia vagy inflaton, tehát valami olyasmi anyag, aminek a matematikája megvan és vizsgáztatok belőle, csak nem tudjuk, hogy létezik-e és milyen, egy jópof anyag. 27% sötét anyag, arról külön volt tavaly egy nagy előadás, és 4% az, ami a közönséges ismert atomos anyag, ami a periódus rendszerben meg benne van. És még egy érdekes tulajdonság van, életre alkalmas, tehát rendben van, hogy mi itt vagyunk. Most már ezt tudjuk az univerzumról. Hát ezt lehet mondani, hogy a végesség végtelenségről jelenleg ezt mondja a tudomány mai, szószoros értem mai, tehát alig 16 éve a kialakult álláspontja. 2002 körül kristályosodott ki így, ez a jelenlegi világkép, amelyben időben véges, térben végtelen az univerzum, és ezek az adatok jellemzik, amiket most mondtam. Na, de lehetséges, hogy valami sokkal cifrább és bonyolultabb, egzotikusabb elmélet. Igaz, most a sok lehetséges elmélet közül, amik kevésbé vannak megalapozva, sehogy sincsenek megalapozva, de milyen jó pufa hangzanak, ezek közül hadd mondjak el egyet, lehet, hogy ezek közül lesz majd 100 év múlva valamelyik igaz, és ugyanúgy mosolyognak rajtunk majd, mint mi mosolyogunk Einsteinnek a régi tévedésén. Ez minden örökös inflációs modell. Ebben a világ végtelen, mert csak véges részét tudtam lerajzolni, és nagyban tágul, mégpedig gyorsulva tágul. Úgy mondjuk, hogy ez a metaverzum. És ebben a metaverzumban, amit úgy hamis vákum tölt ki, hogy mi ez, erről megint volt máskor előadás, ebben időnként kipattannak, mint egy buborékok, ilyen kis helyi világegyetemecskék. Ezek elkezdenek nőni, egyre nagyobbak lesznek, külön így jönnek a buborékok, és az egyik buboréknak a belsejében van egy kicsi kis tartomány, és az a mi univerzumunk. Tehát úgy tessék elképzelni, hogy mondjuk ez itten 100 billió fényév, miközben mi itt egy 13 milliárd fényéves kis gömböcskében vagyunk. Tehát sose látunk ki ebből a gömbből. Vannak olyan matematikai modellek, hogy ez az egész ez végtelen, ez az egész, ez a sárga, ez véges, kívülről nézve. De ha benne vagy, akkor végtelennek látod. Na, ott vagyunk mi benne. Ez egy ilyen furcsa modell, amiben az jön ki, hogy az univerzum végtelen ideje létezik, és ezt végtelenszer csinálja, és mindig újabb buborékok pattannak ki benne, és mindegyik univerzumocskában egy-egy ilyen sárga vackon belül ott éldegélhetnek lények, akik egymásról soha nem tudhatnak, mert sose tudnak egymásnak üzenni, mert ahhoz félnél gyorsabban kéne üzengetni, és az egész ez tágul, és az egész valahogy így néz ki. Tehát a tudományos fantázia határa, az csak a csillagos, vagy galaxisok, vagy ha azok kialudtak, akkor a fekete lyukas ég lehet. Ez már nem tartozik a tudomány jelenlegi állása, az egy jelenlegi spekuláció is tartozik, de ezzel azt szokták mondani, hogy ezzel lehet vonzani a közönséget, mert amit igaznak tartunk, az unalmas, ami meg jaj, de lehet, hogy igaz, az sokkal izgalmasabb. Minden esetre több dolgok vannak Földön és egen horáció, mint amit képzelni vagyunk képesek. A tártalan világegyetembe, tehát köszönöm a figyelmet, és még egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogyha bizonyos ostoba egységsugarú politikusok korlátozni óhajtják a magyar tudományt, hát akkor tessék nekik arra gondolni, hogy a végtelen világegyetemben ők ilyen kis nyamvat és semmire sem alkalmas porszemek. Köszönöm szépen a figyelmet!